Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggel. Hello. Nagyon kipihent vagyok, vigyázzatok. Mit csinál? Hogy? Na, mi van? Ugye nem tudom, 9:30-kor elaludtam, úgyhogy ha ma valaki nem tartja a tempót, lemarad. Ha valaki nem jön velem, az lemarad, kimarad. Vessen. Az magára vessen. Nem tudom, néha tartok ilyen szünnapot, amikor így a gyerekkel együtt elalszunk, és akkor hiszek ebben az éjfél előtti alvásban, 9:30-kor már békésen szunyókáltunk egymás mellett. Tök jó. Nem látszik rajtam, de... És reggelig ott is maradsz vele? Nem. Kis ágyba így aranyosan meghúzóckodva. Általában most ő jön át a nagy ágyba, tehát most elindult egy ilyen nagy ágyba átjövés, együtt elalvás, aztán vagy én, ha fent vagyok, vagy a Viki viszi vissza. De ez így le van veled illelve, hogy benne itt alszol el, de ott találod magad. És akkor mondja, hogy jó, és akkor te együtt elalszunk, fogja a kezemet, én is az övét, vagy a Vikiét, és akkor így nagyban alszunk. És téged is visszavisz Viki a saját ágyadba. Berakja a cumit a számba, igen. Leveszi a pisis pelust, és... Hoz egy kis kakaót. És ez tényleg nagyon működik. Szóval, hogy azért az nem hülye ember, aki ezt kitalálja, hogy egyszer-egyszer elalszul egy évfél előtt egy jó két-két és fél órát, ugye állítólag az duplának számít. Igen. Tehát, hogy egy évfél előtti alvás, az ugye minden egyes óra dupla, évfél után pedig sokkal kevésbé reagál a szervezet, úgyhogy... Évfél után minden óra, újabb szeg a koporsóba. Igen. Hát ez egy régi... Ez egy népi vonulat, népi, igen. Aha. Édermester örök hála, de finom a csokoláda. Tanulok azért. Tanulok. De tényleg így van, úgyhogy ma 5 órakor fölkeltem, és mondtam, egy újabb csodás, nem? Szervusz világ. Szervusz világ. Vár rám a dolgom, sietek. Ezrek várnak, tízezrek hallgatnak. Viszed vissza a gyereket, akkor nem volt még olyan, meg nálunk is szokott ilyen lenni, máshol elalvás, tehát nem akarok a saját egybe aludni. Felnyalábolod, kicsit tuss, ide beütöd. Szerintem lábak, tudod, igen, fölnéz rád. Visszaesik. Édesem, amikor így alszanak a kezedbe, az annyira jó, nem? Mikor viszed vissza, és ott fekszik, itt maga tehetetlenül, nagyon alszik, nem is csinál nagyon semmit, meg nem is reagál. Az annyira jó. Úgyhogy, hát ez van, mi újság. Ja, eszembe jutott még egy. Na. Krampusz néni, gyere, értem, vállad érje mindkét térdem. Ez is jó, szerintem. És ez micsoda, hogy ez honnan van? Ez is népi bölcsesség. Igen? Igen. Népi. Vállad érje mindkét térdem. Ugye a legkényelmesebb. Jaj, gyerekek! Ezt még gyerekkorodból hozod, vagy ez egy későbbi bölcsesség? Ez már később, ezt megálmodtam, hogy ez így jó. Ez így nagyon finom. Képzeljétek el, tegnap picit morbidnak tűnik, de ugyanakkor azért egy fantasztikus kezdeményezés született a Zámbó család jóvoltából, és ez nekem nagyon bejön, nagyon tetszik. Biztos hallottátok, vagy ha nem hallottátok, elmondom, hogy Zámbó Jimmy sírjáról a csepeli temetőben ezentúl egy kód segítségével kapcsolatba lehet lépni az elhunytal, meg lehet hallgatni a dalait, illetve különböző információkat lehet letölteni a netről. És ez nagyon menő, interaktív sírhely. Figyelj, én nem hiszem el, hogy mennyire frappáns eredeti és jó ötlet ez, mert megmondom miért. Egyrészt sehol máshol nem csinálták még ezt, a Zámbó családnak az egyik barátja találta amúgy ki, sehol nem csinálták még ezt. Virtuális gyertyát lehet nyitni, illetve gyújtani, aha, virtuális virágot lehet lerakni a sírra, illetve, hogyha például mondjuk nem Zámbó Jimmyről van szó, hanem valaki másról, akinek a sír helye felkelti a te érdeklődésedet, odamész a sírhoz, remélem ez a jövőben, mondom, még csak a Jimmy sírján van ilyen, odamész a sírhoz, szépen leolvasod az okostelefonoddal, és már ott van az info, hogy ki volt ő, mi volt ő, információs csomagról, stb. És most gondoljunk csak el, hogy például ott van a Fiumeúti sírkert, ahol nemzetünk nagyjaiból, nagyon-nagyon sok költészet nagyjaiból, politikusok, a történelem komoly szereplői ott vannak eltemetve, de mindegyikről tudod hirtelennyiben, hogy ki volt ő, mi volt ő, ismerősen hangzik, a gyereknek se tudod elmondani, így van. Oda mész hozzá, leolvasod, és abban a pillanatban ott van a telefonodon minden. Azért a sírkövesek megvannak most. Nekik fogom ezt bevésni. Nekik az vége lesz. Ja, hát igen. Külön van így felaplikálva rá egyébként. Szerintem egy baromi jó kezdeményezés, úgyhogy le a kalappal az ötletgazda elő. És akkor ez a gyertyagyújtás, meg amit én az egyéb barangolás, hogy wifi-vel csatlakozom a sírkőhöz? Kb. Vagy? Aha. Internetezem? Internet, igen. És akkor ott már tudok virtuálisan gyertyát. Hát gondolom, nem, igen, nem, de nem is kell hozzá wifi, nem?
Hát csak a leolvasáshoz magához nem. Ahhoz nem kell, csak utána beütöd de hát utána meg van, mit tudom én, gondolom, egy adathordozó, és megnyomod a kettest, akkor előadja ezt a dalt, hármas ezt a dalt, egyes információ. Tehát ez nem is internet alapú, ez egy merevlemezen tárolt információ mennyiség, amit te le tudsz kérni, és meg tudsz hallgatni, mert szól a hangszóróból. Tehát ez nem is kell internet. Ez okostelefon. Igen, tehát kell hozzá az internet. Az igazi profi az, amit a Balázs mond, hogy be van építve. Be van építve. Egy kis klaviatúra, le tudod hajtani, és akkor a Jimmy arcképe mellett, vagy nem. Igen, áramot kap, és akkor meg tudsz hallgatni különböző dalokat, és nem kell bezni. Aki Jimmy-t látogatja, nem biztos, hogy van okos telefonja. Ugye, már nem azért, mert hogy Jimmy rajongói nem okosak, csak mondom, ez nem mindenkinek van a Csepeli temetőben okos telefonja, nem? Hát most... Hát meg, ha nincs térerő, persze. Hát meg két, ugye, hogy van ott 3G, igen, vagy 4G, vagy mit tudom. Hát ez a még távolabbi jövő, amiről te beszélsz, mert élek a gyanúperrel azért, hogy néhányan ráfanyalodnának arra a merevlemezre, meg arra a technikára, ami be van így építve a sírba. Tehát, hogy nem baj szerinte, hát simán el tudnám képzelni, úgyhogy... De maga az ötlet, maga a kezdeményezés, azt szerintem szenzációs. Nem nagyon tudok, meg egyébként a tévében sem tudtak róla a szerkesztők, hogy bárhol máshol lenne ilyen az országban. Tök jó. Úgyhogy tök jó. Tényleg rendben van. Fel se tudja, meg akarnék hallgatni egy Jimmy daltot a temetőben, akarnám-e meghallgatni. Hát ott akarom, otthon akarom meghallgatni. Igen. Nem, hát megvan az összes dal, berakom a kocsiba, állok ott a hidegbe, és Jimmy dalt hallgatok ott közvetlen a sírja előtt. Biztos van benne egyfajta romantika. De az információk... Vagy mit tudom, Freddy sírja előtt, ha a család elmondaná végre, hogy pontosan hova temettem, ugye az állítom, hogy mindig titok, ott meg tudná hallgatni egy-két Queen dalt, nem rossz. Szerintem tök jó. De ilyen nem rossz ötlet. Tökre rendben van. Meg amúgy azért is gondolom, mert például a Fiumei úti sírkertben vannak olyan alternatív órák, amikor elmennek ilyen iskolás csoportok, és akkor körbe mennek szépen, megnézik a különböző sírokat, és akkor elmennek, mit tudom én, Batthyány sírjához, Deákéhoz, József Attiláéhoz, és akkor ott tartanak nekik előadást. Egyébként ez egy ingyenes történet, hogyha valakit érdekel, az menjen fel a sírkertnek a honlapjára, ott lehet érdeklődni. De ha például egyedül mész, mondjuk a gyerekkel körbesétálsz, és szeretnél egy pici kis tudást átadni a gyermeknek, de éppen akkor mit tudom, nem ugrik be, hogy ez meg az meg amaz kicsoda volt, oda mész, kód leolvas, és izé. Mit csinálok majd Linda Loveless sírja előtt, meg nem tudom. Hát leolvasom a kódot, és merre leolvasom a kódot, és ott is nézem, vagy nem tudom. Hát emlékszel könnyen. Dolly Buster, vagy mit tudom én, hát majd bevégezhetik ők is, akkor ott is QR kód alapján megnézem. Én most beugranak a top 5 film, persze. Tedd oda, ahova nem való, meg az Ivar Mágnász című filmet, vagy ez hogy lesz, mert költőknél ez nagyon szép, meg zenészeknél, persze, de hát az mindenkinél ugyanaz lesz, az akkor... Ugyanaz is egy művészeti ág, hát most nincs. Filmsztároknál, rockzenészeknél, ugyanígy. Meg a gyerekek egyébként szerintem könnyebben megtanulják a dolgokat egy ilyen kütyűvel. Igen. Érdekesebb lesz neki. Izgalmasabb számára. Majdnem mondtam, hogy Petőfi sírát leolvasod, de hát azt ugye tudjuk, hogy értelemszerűen nem tudod. Igen, de mondjuk. Azt le tudod olvasni, akkor már minden tud. Nagy titkok tudója vagy. Így van, egy költőnek leolvasod a sírról a kódot, és akkor már az jó egyébként. De okos. Jó, ezt jó, kitalálták Zámbóék, úgyhogy le a kalappal előtt. És ez a Zámbó? Igen, saját. A családi barátja volt az. Azért. Hát, hogy érted, dumáltam, és hát, akkor igen, összejött akkor a dolog, mentek, és... Az tök jó. Nagyon jó. És sehol nincsen az egész világon még? Ne, hát azt nem tudom, hogy a világon van-e valahol máshol, de nálunk nincs. Nálunk pedig nem volt rá példa. Szerintem tök jó kezdeményezés, jó lenne, hogyha átvennék más nemetek is, és így fantáziát látnának benne. Valahogy így egy picit azért tovább élnek bennünk azok az emberek, akik már elmentek, és akkor így tovább élnek bennünk is okos telefonjainkban. Hát, kimész, kipróbálod? Ahogy látom rá, tehát kacérkodsz a gondolata, hogy egy arrafelé kerülsz, és ott valami cukrászdával összekötöd ezt a kis túrát, és akkor egy süti, egy Jimmy dal, és akkor meg is vagy egyébként. Ha már így mondod. Szerintem ez neked tetszik annyira, hogy kimenjél sorbáján meghallgatja. Ott van a nosztalgia cuki, azt nagyon szeretjük. Onnan már egy ugrás Csepel, és Csepelen is biztos van valami, ahol lehet enni még egyet a látogatás után. De ha a Mónikát nem viszed, akkor egy jó asszony minden megbocsát, úgyhogy nyugodtan kiment. Hát. Igen. Biztos, hogy elnézi nekem. Szerintem elnézi. Jó asszony, tudod, hogy működik. Kimész egyedül, érted? Hát ez nem egy olyan program, amire a családot kell vinni, nem? Hát akkor... Hallgattam ezt a fiút, aki elbújt a hűtőszekrényben, az nekem nagyon tetszik, csak azt nem tudom, hogy tudott ő elbújni egy hűtőszekrényben. Hogy bújsz bele, ahol polcok vannak, vagy kirámolod a polcokat? Azért volt valami rabló, itt a kislány mondta, hogy... Tessék, téma? Igen, csináljunk belőle témát? Aha, szerintem ez tök jó lenne, hogy így kicsit később, így rendesen feldolgozzuk, érted? Hát, ja,
Igen? Ha? Na és képzétek el, azt is hallottam. Ja, hogy ebben később témátok, amit csinálni. Jó, mert hogy ezt így nem teljesen értettem, viszont az is érdekes, hogy a rendőr mit keresett? Benézett, hogy ígyunk már egy sört, és ott lapult, vagy tudatosan benézett a hűtőből? Ez sem mindegy, milyen megtalálás volt. Én nem tudok erre most mit mondani, csak később. Ja, csak később. Ugye, Jani? Csak mi csak később tumálnék erről szívesen, nagyon. Új átverés van, mondom, egyik ismerősömet, és már a neten is utána olvastam, egyik ismerősömet kicsit bepaliszták, társasházban él, bekopognak hozzát, valahogy fölment az emeletre, a harmadik emelet, bekopog, hogy jó napot kívánok, ez és ez vagyok, és szomszédban lakik a Marika, de hogy nincsenek itthon, viszont én tartozom neki pénzzel a Marikának, és hogy visszahoztam, tartozom neki 8000 forinttal, hogy adjam át neki a 8000-et. Hát mondtad, hogy persze te is ismered Marikát, mondta ez a srác is, hogy persze ismerem a Marikáikat, adja ide a pénzt, és akkor majd amikor megjönnek, átadom. És mondta a csávó, hogy tök oké, de csak 20000-ese van. Haveromnak volt 12000 forintja otthon, visszaadta, 20000-est eltette, este vitte a Marikáiknak, mondta Marika, hát neki nem tartozik senki 8000-rel, illetve van, aki biztos tartozik, de hogy így nem. És ott kezdett gyanús lenni, hogy miért adtak neki 8000 forintot. Egy hamis 20000-est sikerült eltennie. Tényleg? Aha. Azt a mindenit. Nagyon kemény, mi? Durva. Megtudta, hogy hívják a szomszéd, gondolom ki volt író, Kovács Marika, és mondtam egy nevet, mellette való csengő, fölcsönget, fölmegy, be is mutatkozott, és mondta, hogy és hát pénzt hoznak, érted? Tehát nem visznek el tőle pénzt, gondolnád te elsőre, és tökre belement a srác. Persze, nagyon ismerik a Marikát, este jönnek haza 6 körül, akkor átkopogok és odaadom a 8000-et. Jaj, hát egy 20-ason van. De hogy jött rá, hogy hamis a 20-as? Hát úgy, hogy Marika mondta, hogy neki nem tartozik senki 8000-rel, itt már elkezdték gondolkozni, akkor miért hoznak 8000-et? Be kell menni egy benzinkútra venni belőle egy üdítőt. Tök jó fej vagy. Tényleg, és akkor még lehet, hogy ő 19000-et kap vissza, és akkor keresett. Ez jó. Vagy átmenni egy másik lépcsőházba és becsöngetni, hogy kezdj csokkal a Magica néni, az van, hogy... Ahogy 3000-re tartozom a szomszédnak. Figyelj, ha jó hamisítvány, akkor azt egy hentes, egy mit tudom én, egy benzinkút, azt nem nézi meg. Tehát, hogy ha te benyaltad, hogy 20000-es eredeti, akkor azt ugyanúgy tovább tudod pörgni. Bemész egy cukrászába, eszek két tiramisút, odaadod és megszabadulsz tőle. Tehát nagyon nem esnék pánikbe egy hamis 20000-estől. Hát azért megnéznélek, ahogy elkezdesz vele kommandózni. Nem nagyon tudsz vele mit csinálni, mert éppen te fizethetsz vele. Aha. Ha téged nem, tehát te is kaptad, adod tovább, tehát hogy... Na, mondjuk a legtöbb helyen bebuknál, minden második helyen van már ilyen. Dehogy sehol nincsen. Hát hol? Dehogy pénzváltóban van? Csak velem mind... Csak hol? Veled, igen. Csak én nem tudom sehol elsózni a habis 20-as. Pénzváltóban van, postán van, bankban van, ha te bemész most ide egy benzinkúthoz, vagy bemész tényleg egy Decathlonba, vagy bemész egy olyan, na, mit tudom, egy henteshez, vagy valahova, egy mozipénztárba, ott neked nem teszik be alá a neonfény alá, hogy az neked igazi, vagy nem igazi. Úgy átveszik, mint a húzat. Hát itt nincs még minden pénztárnál ilyen. Hát én tehát 100 fizetésnél egyszer. Nyilván van, hát nem kell menni postára, nem kell menni bankba, de most ide bemennél itt, nem tudom, egy gyors étterembe, ott nem teszik be neked a izé alá, a neon alá. Igen, ott nincs. Se, ott nincsen. Bár 5 percet megszabadulnék tőle. Egyébként csak mondom. Mióta van nálad? Mi? Nem tudjuk elkérni? Nem tudod elkérni a pénzt? A rendőrségre. Be elvitt. Minek? Hát meg kihívta a rendőröket. Iskoláját, hát kereshettünk volna 12000-et. Mennyit? Hát nem, egy 20-as, mert átveszünk tőle a 20-as. Hát de most komolyan képzeld, beviszed a rendőrség, és fölveszik a jegyzőkönyvet, taruskodhat, személyleírás, büdös életben meg nem lesz. Én értem, de egyébként az ég egyet a világon semmit nem érsz el vele. Hát nem jobb akkor, hogy odaadod egy olyan alkalmazottnak, aki egyébként nem, neki nem vonják le a pénzéből, hiszen nem tett róla, ne egy hentesnek ad, mert az magánzó, ne egy zöldségesnek, mert az. Vidd be egy gyors étterembe. Tök jó. A multik elvírják. Nem. Na, hogy józan paraszt észre, mit csinálsz egy havis 20000-essel? Hagyod magad átvágni, vagy megpróbálod tovább passzolni, nem? Most persze megjönnek az SMS-ek, hogy mert itt tartod az ország, mert te ilyen vagy, de egyébként szerintem, ha te rájössz, akkor megpróbálod elcsendcselni, nem? Valahol. Egy jó hamburgerrel. Egy olyan multi, aki nem, ahol nem egy embert versz át, vagy nem valaki, mit tudom én tényleg. Egy piacon egy kofát, aki utána szegény harad rajta, ha mínusz 20000 forint. De az ötlet jó, már abból a szempontból, hogy igen, veszélyes. Most akkor tényleg hülye az ismerősöm, hogy bement a rendőrségre, személyleírást adott, bevitte a 20000-est? Nem, csak ugye itt az az érdekes, dehogy is nem hülye, ezt így kell csinálni, csak ugye ha átveszed... Kiről az a személyleírás, Deák Ferenc? Igen, tehát, szerintem, szóval én nem mennék be, nyilván. Még ha meg is toptak 8000-rel, nem is azért, mert hogy nem kevés pénz, hanem mert egy olyan eljárás veszel a nyakadba. Elfoglalt ember vagy, hát van. Nem, hát tudod, üljünk le, vegyük fel a jegyzőkönyvet, tanúskodjál, behívnak, tárgyalás, majd ha meg lesz, tehát hogy ez izé.
De minden esetre a sztori az komoly. Aha. Honnan van hamis 20 ezresük? Hát csinálták. Hát azért ezt nem egyszerű csinálni, hogy olyan érzete legyen, mint a pénznek. Tehát most összehajtok itt neked egy A4-es kicsit megszínezem, azért igen, az még nem lesz olyan. Nem, valószínűleg nem ez az a sportszelepet a taniójából levágsz egy kicsit, tudod, és akkor így egy csíkot. Igen, tehát azért az még nem olyan. Nem egyszerű. Nem is nézte, hát össze volt így hajtva félbe, hogy akkor itt a pénz, érted? Visszadott, ő eltette, és te vittál. Maga a pszichológia, amire hatnak, az jó, ugye, hogy te pénzt kapsz, tehát nem gyanítasz átverést. Nem azt mondták, hogy adjál ide, és majd én odaadom neki, hanem effektíve a kezedben. Kezedbe adják. Sok esetben egyébként úgy jól lehet megóvni másokat ettől, hogy tényleg feldobod a izére, facebookra, aztán egy pillanat alatt szétspriccel. Tehát, hogy szerintem az az alap. Én azt csinálnám elsőre, nem, az esetet. Ja, a sztori. Az esetet meg a sztorit rögtön felnyomnám az internetre, onnantól kezdve egy pillanat alatt mindenki tudni fog róla, és a második lépés lenne legfeljebb a rendőrség. Aha. Vagy és a harmadik, hogyha nem fogják. Ha nem sikerül elsúzni hosszú távon, akkor... Simán elsúznám. Megpróbálnám. Bevinném egy hogyha jönnek ilyenek, a körbe fényképezed a csávót, aki adja 20 ezres, nem? Egyébként tényleg, csak hát ez milyen szintű bizalmatlansághoz vezetne már. Jó napot kívánok, pillanat. Várj, jön egy picit profilból is. És olyan, na például, hogyha valakit így lefotózol az akarata ellenére, aki ráadásul mondjuk egy ilyen kézbesítő, akkor azzal nem sérted meg a személyiségi jogait? Nem. Hát egészen addig, amíg nem teszed ki, szerintem addig nem. Nem, semmi. Olyan persze. Szépen már maga. Ehhez. Nem, hát nyilván ilyenkor az lenne, hogy akkor nem adná oda, hogy hát tudja, mit majd én megoldom, vissza a pénz, és ő elmenne ja. Szépen. Tehát, hogy akkor azért attól megijedne. Tehát annyira nem hülye. És az mondjuk ugyanúgy is lehetne neked. Hm. Igen. Ennyi erővel. Vagy átvételél ismervény. Leigazaltatod. Írj egy hallgató, igaza van, azért ezek után én is megnézem azt, hogy te mivel fizetsz nekem, nehogy aztán tovább csendsel hát, nekem, érteni. Majd mondom, hogy mennyire elsoznám, ezt egy éve hamis pénzt kapok a Feritől a fogadásra. Azzal fizetsz mindenütt. Mondjuk egyelőre átment, mert úgy továbbadom, mint a húzat. Tehát, hogy egyelőre nagyon könnyen átment, de azért megnézem. Jó, megvan, azt csinálva. Megnéznék egy ilyen hamis 20 ezrest. Figyelj, megnézném, először... hogy néz ki. Ne keveri bele másokat, szerintem először családtagoknak ad tovább. Csekkold így. Simán. Érted? Most egyébként te valahol kapsz vissza egy 20 ezerest, te megnézed, hogy az igazi vagy nem, föltartod, belenézed, de hogy nézed, 5 ezeres sem megnézed, te ki tudja, mennyi hamis pénz megy át a kezünkön, nem? És valaki neked valahol visszaad, fizet, valaki tartozik, oda jön, ad egy 5-ös, hát te se gondolkozol rá, érzetre olyan, aztán kész, nem? Tehát szerintem hát már fogtunk hamis pénzt. Hát de, abszolút. Hát is benyalja őket az ember, most már nincsenek hát persze, olyanok, hát... hogy 10 ezeres, 10 ezeresen. Tízezresen nem? Tízezresen? De ákva? Érted? Tehát, hogy ilyenek már nem nagyon vannak. Régen voltak ezek a irgalmatlan összegű ilyen, vagy hívják, hogy nem volt egy tőlem, nem is tudom, hiszen 50 ezer forintos volt, amivel fizettek valahol, vagy 30 ezer forintos, itt pár évvel ezelőtt volt. Nem is, 57 ezer forint. Ja, két birkát vettek. Igen, 50, az volt a 57 ezer forint. 57 ezer forint. És eltette. De hol? Tehát, hogy az egy érdekes téma lehetne egyébként, hogy azon helyeknél, ahol nincs átvilágító, vagy ez a bevilágító, ott az alkalmazottnak minden egyes tízezresnél mindig rá kéne jönni? Tehát például egy Tetyóba, vagy Ósan, vagy bárhol, ahol mondjuk nincs, mert azért nagyobb készpénzforgalom helyeken nyilván van. De egy olyan élelmiszerboltban, vagy egy olyan multinál, akik mondjuk nem hajlandóak beszerezni, ott ha te hamis pénzt kapsz, akkor ott tőled azt levonják a nap végén? Á, nem hiszem. Na ugye ez egy érdekes most dolog. Kéne ismerned egy profi havisítványt, azt nem fogod felismerni. A büdös életben, hát és nem tartasz mindent 20 ezeres tényleg lámpa felé, meg nézed meg a vízjelet, meg nem. Hogy ott például levonják-e? Legtöbb helyen azért ilyen helyeken nyilván van, ahol most egy kasszába átmegy naponta 5 millió forint, ott azért látom én is, hogy berakják. De kisebb helyeken. Megvágják az alkalmazottat? Szerintem nem. Nem? Nem, nem. Ezt lejegyzőkönyvezik, és onnantól kezdve ez így el van intézve. Hát ez nem az ő hibája, főleg, hogyha tényleg nincsen ilyen kis berendezés. Miért kéne tudnia, miért kéne ismerni? El tudom képzelni. És ha én kapok egy ilyet, fölismerem, és beviszem, hova viszem be? Viszem a rendőrségre? Mert én vagyok, hogy levárják. A nyakadba akarsz venni egy teljesen fölösleges procedúrát, akkor beviszem. Vagyok pénztáros egy kis boltban. Mondjuk, ugye becsúszott egy hamis tízezres, a tulaj ezt észreveszi, és ő hova indul vele? Rendőrség? Akkor mi elveszik tőle? Tehát ő bukott 10 000-et? Vagy beviszed a Nemzeti Bankba, és azt mondod, hogy nekem ez cseréljék ki igazira, mert én nem tehetek róla nekem. Hamis pénzt biztos, hogy nem cseréljék. Nem, a Nemzeti Bankban akkor mindenki nem. Bejárna. Okay. Lenne ott egy nyomdál, a tízesével váltogatnám. Nem, hát semmit nem csinálsz fel, szerintem a kis eszed van, akkor leírod a veszteséget, azt összedobod és kidobod. Igen, vagy buktad, vagy továbbadod. Megpróbálsz bemenni cukrászdába, kér francia krémesért, és megpróbálod továbbadni.
valaki olyan nál, akit nem lovasítasz meg. Nem követendő magatartás ez. Nem. A rendőrség lenne az utolsó, ahová elmennék. A legeslegutolsó. De nem vagy jó állampolgár, érted? Hát jelented. De ebben a formában miért? Mit csinál a rendőrség, mondani nekem? Hát ott személy leírás, hogy kitől kaptad. Kikéri a videót, aha, visszanézi a videót, jegyzőkönyvesztet, tanúvallat, és aztán kapsz 3 hónapon egy papírt, lezárták az eljárást, nem találtak semmit, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek egyébként, meg gyere be, írd alá. Jó, de ha te nem indulsz el, és senki nem indul el ebben az országban, akkor a bűnözők tanyájává válunk. Igen, akkor ellepje a magyar pénzpiacot a hamis pénz, és előbb-utóbb úgy kapjuk a fizetésünket, és a bankok is úgy fizetnek, és a rádió is úgy fizet, és mindenki hamis pénzzel fog fizetni. Nem csukhatod be a szemed. Nem mindegy, tényleg megnéznék egy hamis pénzt egyébként. Hát igen, hogyha a procedúrát azt nem akarod nyakadba venni, akkor oké, nem, benyelted a 20-as buktát, de fel kell dobni az ilyen közösségi oldalakra, meg tudom én, lépcsőházba, tacepó, lehet. Felrakod a vaterára, hogy 5000-ért eladó egy hamis 20000-es. Simán lehet, jó, hogy valaki egyébként bizniszt akar belőle csinálni, ő megcsinálja a beváltást, te viszont keresel 5000-et legálisan, nem? És nem te váltottad be. Hamis 20000-es eladó 5000. Ritka jól sikerült példány, én is benyaltam. Igen. Mondjuk erre már azért többen felsziszennének az interneten, de egyébként erre már azért lehet, hogy becsöngetnének. Na mindegy. Jó, ha valakinek van hamis pénze, hozzon nekünk, hagyd nézzük már meg. De valami igazán profit. Igen, valami igazán profit. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra a hallgatók vezetnek, a rém profi játékosunk volt. Csú. Tegnap. Agyon vertek minket? Aha. Kutyafáját. Nem találtunk rajta fogást. Jönnünk kell akkor, nem? Nyomulnunk kell. Jó lenne. Ti vagytok, én már veszítettem 1 pontot. Jól van, oké. Azt mondja, hogy lehet jelentkezni játékra. Jó, SMS-ben nyugodtan arcoskodva a lányoknak is, nem csak fiúknak. Ha csajok akarnak játszani, annak mi nagyon örülünk, mert ritkábban jelentkeznek játékra. Egészségesen. Fél hét múlva pontosan 1 perccel, jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Hungária Egresi kereszteződésében keresztben megállt egy troli. Árpád híd felé a villamos, nem tud menni, autós forgalom félsávon halad. Alex írta nekünk, köszönjük szépen. Hatalmas a torlódás egyébként, mert a tori keresztbe áll a körúton. Az Egres és a Hungária kereszteződésében meghalt. És ugye akkor ott a villamos se tud átmenni, igen, ahogy szólt az SMS is, ugye? Ilyenkor az szokott a megoldás lenni, ennek már szemtanúja voltam, meg már többen írták mindenféle fórumokon, hogy az utazó közönség leszáll, és eltolják a trolit. Ha van rá lehetőség. Figyeljetek, komolyan mondom. Olyan, mint a Vidán Park, nem? Tehát most a 4-es metróról olvasom, hogy nem áll meg, a megállónál visszafelé indul el. Körülbelül olyan dolgokat olvasol rajta, mint olvasol róla, mint amikor egy 3 éves gyerek beül egy ilyen automobilba, és pedál a hajt, hogy még rossz fele megy, hátra fele megy, tudod, nem találja a bal kanyart, nem találja a jobb kanyart. Ugye nem sokára üzembe kéne állítani, nyilván ez most csúszni fog, de hogy pont tegnap hallottam mit, és mondtak, hogy rossz helyen áll meg, előrébb, mint a megálló. Másik irányba indul el. Másik oldalon nyílnak az ajtók, tehát effektíve 3 fontos funkcióval, jó oldalon álljon, meg jó helyen álljon, és jó irányba menjen. Na, ez nem működik. Igen, ez ilyen alapelvárás lenne, nem egy metrót? Bizony. De a metró egyébként jó helyen áll meg, csak az állomásokon a kell csúszni. Igen, nyilván, igen, arrébb húzták őket. Nyilván, hogy ez még próbaüzem, tehát még azért nem kell 100%-osan működnie, de azért ezt az ember hallja, kicsit elbizonytalanodik. Nem állsz neki támaszkodva az ajtónak, azt hiszed, hogy a szembe lévő ajtó nyílik, és te mögötted kinyílik az ajtó, és bevágódsz az alagútba. Meg azt hiszed, hogy mész majd a nem tudom mi fel, és elindul a másik irányba a metró. Tehát azért ezek nem megnyugtató jelek így elsőre, nem? Hát, próbaüzem ide, próbaüzem oda, azért ezek súlyos hibáknak tűnnek. Ebben már nem lesz sofőr, hogy ezek teljesen automata? Szerintem ezek tök automaták, ez tök már. Automatok, ugye? Hát azért megy rossz irányba. Aha. Hát de miért elindul, elkezdesz kapkodni, tök mindegy, hogy van-e nem benne. Nem lesz benne sofőr. Nem lesz benne. Szerintem ezek már sofőr nélküliek. Szerintem úgy is lesz benne, hogy egyébként automata. Aha. Hát az nagy kiszúrás. Valakinek ott kell ülni, aztán csekkolnia kell. Viszont azért a dolgokat. Olvasgatsz. Igen? Persze. Londonban nagyon sok automata metró van, lehet, hogy mázis automata. Ezt nem tudom, de hát nem meggyőző, hogy rossz irányba megy. Nagyon menő lenne, de szerintem még ott ülni fog egy humanoid. Igen, ül. Így van. Egy kis biorobot ott fog ülni, szegény. Így van, nem hiszem, hogy mindent a Skynetre bíznának, annak nem lenne jó vége. Mi van, öntudatára ébred? Na jól van, megnézzük akkor, ki a maragyeri játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello, Orsi. Hello. Orsi, honnan hívsz minket? Hát innen Szeged Diákvárosból hívlak titeket. Ó. Diákváros. Igen. Az micsoda? Hát tele vagyunk diákokkal. Ha? Fezeg az élet javában. Ez egy város, ahol sok a diák? Ahol tele vagyunk diákokkal. Ez Szegeden belül egy lakótelepi rész, vagy egy ilyen egyetemi rész? Vagy mi? Nem, én most a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból hívlak titeket. Oh, azt a mindenit. Te volt oda belépőd, vagy csak ott volt telefon? Vagy jogosan tartózkodszott esetleg? A hangod alapján ez nagyon komolynak tűnt, hogy tudnak róla az illetékesek, hogy ott vagy, vagy mit csinálsz te ott, Orsi? Hát sikerül, megvannak a módszereim, hogy bejussak. Te mi, molekuláris biológia, vagy mit csinálsz? Igen, konkrétan. A dolgozó hoppá. Vagyok. Ne haragudjatok, bocsánat a kérdésére, elnézést kérek. Nem, semmi. Nem, csak itt a srácok voltak egy kicsit szkeptikusak. Ne, de hát nem gondoltuk volna, hogy kitalálja, de hogy így fogadtunk egy kisebb összegbe. De mi ez a molekuláris biológia, ez micsoda? Hát a sejten belüli molekuláknak a kölcsönhatásait vizsgáljuk, hogy azok hogyan változnak meg a környezeti hatásokra. Már pont rá akartam kérdezni, hogy éppen milyen sejtben nézitek, de molekula-molekula, tehát mind egy anyagból vagyunk összegyúrva, csak más. És ezt egy életen keresztül csinálod majd? Igen, hál' Istennek mindig van munka, amit lehet csinálni. Reggeltől estig nézed majd, hogy alakul a molekula, hogy Geszti Péter. Igen. Hogy is motorog az atom. Igen. Na jó van. Orsi, kivel mérnéd össze ma a molekuláidat, a génjeidet? Hát Balázs, mondjuk téged választott. De most miért a sejtszintet választod? Micsoda, én egy DNS lánc vagyok, egy teljes DNS lánc. Jó, oké, Orsi, nézzük meg, hogy mire megyünk egymással, jó? Jó, rendben van. Bár én még kezdő vagyok a témában, de nagyon fogok igyekezni. Hát ez... Majd a Bazsi beavat. Ez egy jó mondat. Kezdő vagyok, de nagyon fogok igyekezni. Fiatal koromban hányszor hallottam. Balázs, hidd el, kezdő vagyok, de nagyon fogok igyekezni. Majd én beavatom kicsit. Jó, addig bezárom az utat. Addig bezárom az ajtót, ne jöjjön be más. Na jó. Oké, Orsi, mehetünk. Hajrá, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, Orsi, figyelek. Na, ahogy hallottam, hogy volt nektek egy kísérletetek, amiben ilyen mikrós vizet használtatok kísérletként. Így van. Na, tök jó. És úgy hallottam, hogy sikerült ez a kísérlet, de minden... Így van. Tök jó. És azt szeretném megkérdezni, hogy minden körülményt egy szinten tartottatok, vagy voltak esetleg változások? Most te is kezded azt, mint az a fizikus bácsi, aki elég furán mesélt. Öveges professzor? Hát volt egy fura fizikus bácsink. Arra gondolsz, hogy milyen eredménnyel zárult a kísérlet? Hát arra gondolok, hogy betartottatok-e minden körülményt, hogy a... Betartottunk, hogyne? Betartottunk, persze. Na, tök jó. Te is csinálsz ilyen kísérleteket? Próbálkoztam vele, még arra gondoltam, hogy egyszerre több párhuzamos kísérletet is csinálok majd, és akkor így lesz majd egyértelmű. A dolog, és aztán majd én megosztanám majd veletek, hogyha lehetséges az eredmény. Jó, Orsi, nagyon jól játszottál, lejárt az egy perc egyébként, közben itt még elmerültünk itt a nem is tudom miben. Így van! Ügyes voltál. Megérdemled a tapsot is. Így van! Meg tudom. Nem tudtalak, Orsi, jól játszottál. Tök jó. Oké. Ügyes voltál. Hát csak az egyetem azért, az látszik. Hát tudod, hogy egyetem. Én is mondtam magamnak. Hát azért jobb lett volna, ha Balázs beugratom. Úgyhogy, ne legyél elégedetlen. Na jó, hát még mit nem, persze. Figyelj, az ajándékcsomag így is megvan, úgyhogy ügyesen játszottál. Jó? Oké. Küldjük neked, ciao. Hello. Hello, Orsi, köszi a játékot, ciao. Gyerekek, nagy a baj! Hát de, hogy is 2-0. Hát az már azért figyelős. Az már azért figyelős, 2-0-ra vezetnek. Arcoskodtunk, megint beleszaladunk egy jó nagy ruhába. Basszus. Egy mikrobiológus lenyomta Maximust. Igen. Ajaj. Hát. Na?
Három nyert játszma, és megvan a hét. Bizony. De ilyen, most már nem hibázhatunk, gyerekek, mert csúnyán elpopsiznak minket. Ráadásul, hogyha azt veszük, akkor ez most nekik négy nyerő zsinórban. Jó, most még meddig nyallereskedsz? Persze, és 65 nyerő az évben, 365 nyerő a 7 évben. Hát most őket dicsőíted, hogy ez nekik hány nyerő? Hát holnap nyerünk, és elveszük tőlük a reményt. Hát csak tudod, hogy holnap te jössz. Most elbízek maga, miért jönnék én? Egyébként nem kell sorba menni. Hát ez az. Gyorsan kicsúsztál ebből. Szóval micsoda, ma kicsit fölhájpolod őket, és holnap összetörjük? Az majd csütörtökön, pénteken, hétfőn, kedden ők nyertek. Ugye most kezdik magukat elbízni, kezdik elhinni azt, hogy nyerhetnek, hogy győzhetnek, hogy most már tényleg a kerítés is kálbászból van, és akkor holnap jön Feri. Vagy mi? Vagy valaki. Vagy Balázs. Csak nem te, mi? Ajaj, gyerekek. Na mindegy, jól van. 2-0, úgy megyünk neki a holnapnak, hogy nincs baj. Nem? Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Egy perc, pontosan 7 óra. Valaki írja, hogy a 4-es metrónak jó oldalán nyílnak az ajtók, csak fordítva tették be az alagútba. Ennyi. Hát, van itt megoldás. Hát nincsen itt. Nincs itt kérdés, kérem szépen. 7 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani. Sziasztok. Hello. Hát jó reggel. Hello. Jó, bukjuk a hetet. Ja. Dehogy bukjuk. 2-0 egy kicsit elhúztak, de holnap oda pirítasz. Na, holnap szedd össze magad, a sor, kapd össze magad. És akkor jó lesz. Hát, hogy bizzárt csak el magad. Persze, arcoskodjanak csak egy napot, holnap pedig olyat kapnak, akkor már 2-1, 2-2 és 3-2, nincs nagy baj. Holnap ugyanilyenkor már lehet, hogy lesz. Akkor már nem tudjuk, mire fogni. Igen. Akkor már nem tudunk magyarázkodni. Na, jó híreim vannak azoknak, akik a Hungária Egresi sarkát célozták meg, arra van dolguk, vagy ott akarnak átmenni, újra jár az egyes villamos, és újra szabad a trollit, vagy eltolták, elvontatták, felgyújtották, arrébb oltották. Nem tudom, hogy mi történt a lerobbant trollival a Hungária Egresi között, vagy sarkán, de elvitték. Elvitték, úgyhogy hát a trollé nem tudjuk, hogy jár-e, helyette egy másik, minden esetre a Hungária már lehet közlekedni, a dugó az oszlani látszik. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jó. Ennek kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, természetesen nagyon jó, még nem mondtuk volna, hogy a BKK-nak a Facebook oldalát egy picit, hogy is mondjam, csak az aktuális történetiseknek megfelelően frissíthetnék. Mert úgy örülök, hogy nincs semmi. Ha valaki este hazamegy és meg akarja nézni, hogy mi történt aznap, annak például ez az oldal így ebben a formában jó. De miért érdekes az este, hogy ma reggel 7-kor lerobbant egy trolli az Egresi úton keresztül? Mert mennék valahova, és akkor ez a szolgáltat, akkor meg minek az oldal? De tök jó. Tök ha nincsenek legyen rajta aktuális információ. Ja, úgy igen. Én megmondom, örülök, ha óránként föltűnne 4, akkor az egész műsor arról szólna, hogy is a BKK oldal a 130 ebben. A hallgatók megírják egyébként, tehát hogy te egy ilyen extra fura, pervers ferdülésből nézheted a BKK oldalát. Ott most ott nincsenek nagyon friss hírek. Erről a trolliról se írtak. Hát ennyire még nem frissek. De mi hallgatóink igazán interaktívok. Tehát ők elküldik. Hát sokkal gyorsabbak. Sokkal gyorsabbak, megbízhatóbbak, precízebbek. Mindent előbb tudunk, mert mindenhol vannak szemeink, mindenhol vannak füleink, az egész országot járják azok, akik hallgatnak minket. Semmi mellett nem megyünk el. Nem? Ami ebben az országban történik, azt mi megtudjuk. Mert a hallgatók elküldik nekünk. M5-ös 9-es kilométer Szeged felé a SZERV dolgozik. Látod? Például ez is hát milyen tessék. Fontos. Sávlezárással 4 autóval várják a kamiont a büdös hússal, kérdezi Gyula. Hát igen. Erről a büdös hússal majd akarok beszélni, igen, egy nagyon mondatot. Durva. Hungária Egresi sarkán már nem áll a troli, és baleset az M5-ösön Pest felé, Félegyházánál félpályás útzár, Szeged felé Kecskeméttel leterelik a forgalmat. Töfike küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Szóval. Büdös hús? Igen, csak egy mondatot, hogy miért nem mondják el ilyenkor, hogy ki a forgalmazó? Engem az érdekel, tehát megtalálnak 300, mennyi? 300 kiló. 300 kiló? Dehogy is. Nem, 300 tonna. 300 15 kamionnyi. 15 kamion, valami X mennyiségű tonna lejárt, romlott, büdös húst találnak meg. Írgalmatlan, egy egész hűtőház. Aha. Ezek előbb-utóbb a mi gyerekeinknél, a mi hűtőszekrényünkben, ami a mi gyomrunkban kötöttek volna ki. Lehet, hogy nem készétel formájában, már úgy értem, hogy nem nyers hús, amit te megsütsz, hanem beledarálják disznósajba, beledarálják virslibe, stb. Amit te utána megveszel. Ha egy ilyen van, aminek az értéke 90 millió forint, nyilván egyébként semmi, mert ugye, hogy lejárt és megromlott, többszörös a büntetés, miért nem mondják el, hogy melyik az a feldolgozó cég? Miért nem mondják el, hogy melyik az a húsipari vállalat? Miért nem tudhatjuk mi fogyasztók egyébként, hogy kiről van szó?
hogy el tudjam dönteni, hogy ezek után, ha így akartak engem átverni, és így akartak megvezetni, megveszem-e legközelebb az ő termékeiket, vagy választok valaki más. Az a baj, hogy itt egy olyan beszállítóról van szó, akinek az adatai, az információkról a cégnek a neve, stb. Nem is biztos, hogy rákerül a termékre, mert itt ugye a hipert védték azzal, hogy nem adtak ki információkat, hogy ne az legyen, hogy abban a hiperbe többet nem érjek, mert nem az ő hibája, hogy a beszállító ilyen. Persze, és nyilván meg is szakították ezzel a beszállítóval a kapcsolatot. Na jó, csak tehát akkor ez nem egy konkrét húsipari cég volt? Vagy nem, nem, ez az húsipari vállalat? A húst beszállító cég volt, igen. Tehát van a hússzállító BTL, akik beszállítják valahova. Aha. Aki egyébként viszi a Virsli Kft-nek a húst. Te, amikor megveszed, akkor csak azt látod, hogy ez a Virsli Kft gyártja. Oké, azt én értem, de nem hibázott, kiszállítottak. Hanem a... Jó, akkor kérdezek más, ha ezt nem kapják most el ezt a szállítmányt, akkor ez előbb-utóbb virsli formájában a gyereket kezébe kerül? Ez nem. De ha nem kapják el? Sem. Ez egy ilyen lerokkant, leállított olyan hűtőház volt, ahol semmiféle munka nem folyt már jó ideját. Mutatták a zuhanyzókat, mutatták a csapokat, belerohadva már hónapok óta minden, az egész állt, ki volt kapcsolva, azért is ment tönkre ez a rengeteg hús. De akkor ez semmi nem maradt. Ott valamiféle nagyon durva, áfa csalásos sztori van az egészben, tehát hogy itt megvették, ott tárolták egy darabig, utána pedig visszaigényeltek lóvékat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen. Figyelj, ez dermesztő. Tehát, hogy ez ha valamilyen úton, módon ezt nem kapják el, hogy ez valahogy bekerül abba az élelmiszerláncba, aminek aztán a végén a fogyasztó van, és a végén te vagy, és te azt megveszed, és odaadod a gyerekednek, vagy megeszed te, hát senki ne csodálkozzon, hogy itt mindenki mindenféle betegséget fog kapni. Mutatták a képeket, már a felismerhetetlenségig össze volt rohadva minden. Zöld színű. Kemény. Atyaisten. Szóval van egy csomó technológia, amivel el lehet tüntetni bizonyos csak ennél már nem. Ez már egy új faj volt. Igen. Na, hát, ahogy nem beszélt. Igen, érdemes ezért erről egy kicsit beszélni. Na, viszont pénzhamisítás. Ugye jelentkezett hozzánk egy nyomozó, aki egy csomó mindent tud erről a pénzhamisításról. Várj. Nagyon pöröksz. Nem tudjuk tartani ezt a kárt. Tudjuk, hogy elaludtál fél tízkor este, gyerekek, tudjuk. Fél tízkor aludtam, ilyenkor tartalatok el a lépés. Feküdjél elé. Azt szoktuk meg. A fél egyes tempózajtok hozzá szokva. Mondtam reggel, hogy aki ma nem tartja a lépést, az nagy hibát követtem. Ha nem kapunk rétes testére. Az biztos. Már fél tízkor aludtam, úgyhogy. Ugye a Feri reggel elmesélt egy sztorit, és ez egy érdekes sztori, mert egy újfajta lehúzás van kilátásban, vagy most ez a divat. Ugye röviden annyi, hogy becsöngetnek hozzád. Így van, ugye? És azt mondják, hogy a szomszédhoz jöttél te tulajdonképpen, de ő nincs otthon. Nyilván a kaputelefonról leolvassa a szomszéd nevét, és azt mondja, hogy a Marikának tartozom 8000 forinttal, én be is mutatkozott minden, tehát nagyon rendben volt a dolog, 8000 forinttal, de nincsenek itthon, hogy adjam már oda neki a 8000 forintot, mondta ezt az ismerősömnek, de nincs nálad csak 20000-es. Ő odaadja neked a 20000-est, te visszaadsz 12-t, hiszen csak 8-al tartozik, majd este az ismerősöm átment Marikához, hogy meghozták a 8000 forintot, Marika drága, aki meg megkérdezte tőle, hogy azt milyen 8000-et. Nem ott tartozom senki, vagy nem tartozik senki. Senki, ott lett gyanús az ügy, és ezután nézték meg a 20-ast jobban, ami hamis volt. Uh-huh. Tehát te buktál 12000 forintot, mert annyit ugye igazi pénzben visszaadtál. És sajnos csak az esetek egy bizonyos tört százalékában van az, hogy akkor azt mondja, ahova becsöngetek, vagy ja, tök jó, mert pont itt van nálam a Marika. Igen. Az ritkán van, az igen. Nagy bukta lenne, igen. Marika, jöjj már ki a konyhából, van itt valaki, aki akarod megviszadni pénzt, az nagy bukta. Figyeljetek, most ha valaki azt mondaná nekem, hogy én addig ki nem jöhetek egy bizonyos szobából, amíg nem csak egy hamis 20000-est, hát komolyan mondom, bajba lennék. Honnan szerzik a pénzpapírt? Nem úgy van, hogy fogsz egy fénymásolót egyébként, és te lemásolod, mert azért az be kell nyalatni azzal, aki ugye átveszi a 20000-est. Hogy csinálsz 20000-est? Ha a szobában nincsen veled semmi, mondjuk csak egy marék tarkabab, akkor tényleg nehéz dolgozni. Akkor nehéz dolgunk lenne. Hogy csinálnak hamis 20000-est? Engem az érdekel. Valahonnan kicsempészik a pénzverdéből a pénzpapírt, vagy modern fénymásolót? Általában a 2000-esből jó csinálni. Azt nem tudom, hogy tehát, hogy hozzáírsz még egy nullát. A 2000-esnek és a 20000-esnek ugyanakkor a mérete? Egy hosszába elvágják, vagy mi? És akkor az egyik oldalat. Most már az összes papírpénz ugyanakkora? Mert ugye régen voltak eltérések. Szerintem igen. Ugyanakkora most már? Tehát nincs különbség. A 20000-es, 10000-es, ugye? Nem méregetem, nem tudom. Ugyanakkora. És 2000-esből jó 20000-es csinálni? Igen, hogy azt kivegyszerezik valahogy. Kijön a izé, kijön a belőle a szín, igen. És akkor arra nyomnak rá, és abból a vízjel benne marad. Fémszál benne van. Aha. Uh-huh. Na, van egy hallgatónk, aki
nyomozó, és hamis pénzekkel foglalkozott, csak hogy megtudjunk róla egy-két érdekes dolgot. Robi, hello, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Halló, halló! Halló, halló, Elektor Kalandor! Hello, Robi! Te hamis pénzekkel foglalkoztál, vagy hát foglalkozol? Igen, úgy mondom, hogy volt rálátásom. Uh-huh. Volt rálátásom ezekre a dolgokra, és nagyon megütötte a fülemet, ugye, amit itt mondtatok, ugye, amit a, ha jól tudom, a Rákóczi Feri mondott egy esetet, hogy mi történt az ő ismerősével, aztán ugye te erre reagáltál azzal, hogyha ez veled történne meg, akkor ezt ugye hogyan folytatnád, ugye jön a felismerés, hogy téged jól átvertek, ott van egy hamis 20 ezeres a kezedben, most mit csináljál, és akkor jön ugye az összes, hogy ez a szemét világ, meg minden, fogod magadat, és akkor bemész egy multiba, bemész egy mekibe, vagy valahol, és akkor ugye megpróbálod visszaszerezni a pénzedet. Hát fél hihetetlen, hogy le is toltad a best of-unkat. Igen. A legutolsó lenne, ahova mennék, az a rendőrség, hogy ott üljek 6 órán keresztül jegyzőkönyvezni, meg szemtanú, meg aláírni, nem tudom. Ennek semmi értelme. Azért folytassuk egy kicsit tovább, tehát azért úgy gondolom, hogy nem gondoltad végig, ugye, hogy tehát hogy azzal, amikor te ezt megpróbálod pénzé tenni, akkor milyen lehetséges következményeknek állsz elébe. Tehát onnantól fogva, hogy te felismerted, hogy ez hamis 20 ezeres, ugye azt azért tudjuk, hogy a pénznek a hamisítása az bűncselekmény. Nem is akármilyen. Tehát azért itt nem a tyúktolvajlás bűncselekmény kategóriában vagyunk. De ezt megpróbálod elverni. Na most az a Sebestyén Balázs, aki a hamis 20 ezerest akarja pénzét tenni, az nem az a Balázs, aki az igazit teszi. Tehát nem leszel ugyanaz az ember. Ki fogja szúrni, hidd el nekem az eladó, mert nem foglalkozol ezzel minden nap. Ez neked egy új dolog, nem fogsz természetesen viselkedni, vagy legalábbis nagy esély van rá. Ott áll mögötted egy másik pont rólam kigondolnál, azért várj, mondjuk például fel akarja tartani, hát itt van velem Sebestyén Balázs, húzom az időt, megnézem a húzást, hoppá, hát ez meg mi ez? Hát Balázs, figyelj már, hát akkor hívok én egy rendőrséget, mert én úgy látom, hívja a szerveket, ugye te nem fogsz menekülni nyilván, mert azzal csak magad alatt bármát. Viszonylag könnyen megtalálható vagyok azért, igen. Így van, megjelenik ugye a szerv, és ő tenni fogja a kötelességét, tehát ugye egy pénz hamisítás gyanúja merül fel, ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a Balázs ugye pénz hamisítással foglalkozik sutyiba otthon a lakásába. És azért meg fognak tenni mindent annak érdekében, hogy egy kizárják, meg fognak jelenni nálad. Értem, persze, házkutatás, átküldte, nem mozdítottam pénzt. Lecsuknak, a gyereked apa nélkül nő fel. Érted. A feleséged néhány év után, amikor már meg azt mondom, hogy én ezt valakitől egyébként kaptam egy benzinkúton, és most továbbadtam, tehát ezzel nem fognak meg. Persze, utána azt fogod mondani, hogy ezt valakitől kaptad, és akkor azért érdekes kérdéseket fognak feltenni neked, amiből rögtön le fogják tűrni azt, hogy te ezt felismerted, és te azonnal pénzé akartad tenni. Tehát itt azért olyan emberek foglalkoznak ezzel a dologgal, akik ugye nem ma kezdték a szakmát, és az a baj, tudod, hogy a végén azt fogod kívánni, hogy bárbe mentem volna a rendőrségre, mert sokkal könnyebben megszabadultam volna ettől az ügytől. Ki fognak hallgatni tanúként, de lefoglalják, de megint, de újra behívnak, hogy mit láttál, meg hogy remélem, láttad. Nem te fogsz kihallgatni. És akkor utána én nem foglak kihallgatni, mert én nem foglalkozok így ezzel. Tehát az a lényeg. Jó, oké, hagyjuk az eljárás, tök mindegy. Oké, tehát megkurcolnak, oké, házkutatás, jó. Hogy készül maga a pénz? Engem az érdekel, hogy csinál valaki egy 2000-es. Hála a jó Istennek, én azt tudom mondani, hogy Magyarországon az okmányok és a készpénznek a gyártására azért elég odafigyelnek. Hogyha megnézzük egy magyar útlevelet, számos olyan biztonsági rendszerrel van felszerelve, amit egészen nehezen lehet hamisítani. Ez így van ezzel a pénzzel is. Például ezt kevesen tudják, hogy van egy ilyen, úgy nevezik, nem tudom pontosan a tinta nevét, de úgy mondják, hogy örökkéfogó tinta, tehát fogsz a kezedben egy 10 000-est, egy 5 000-est, azt egy sima fehér lapra oda teszed, és végighúzod rajta, az nyomot fog hagyni. Tehát ilyen tintával dolgozni, ilyen tintával dolgozni eléggé nehéz, és nehéz beszerezni. Ugye egy Rákóczi Feri mondott egy eljárás, hogy itt lemossuk, meg ugye a papírit, igen, itt rávilágított arra gyakorlatilag, hogy maga a papír alapanyaga is egy nehezen beszereztet. Jó, de hogy csinálják? Oké, tehát nehezen szerezzük be a papírt, rendben. Bárhogy, tehát azért most már ugyanúgy, ahogy a mobiltelefonok, az iPhone-ok beköltöztek az otthonodba, most már gyakorlatilag lehet venni nem olcsón, de eléggé könnyen hozzá lehet jutni a színes fénymásolókhoz, ennyi felbontás, annyi felbontás, fogja és lefénymás. Nem ez az, de egyébként hozzáteszem, hogy nem ez a
nem ez a trükkje az egésznek. A trükk ott van, amit a, megint csak Rákóczi Ferit tudok mutatni, amit ő elmondott, hogy ez az egész egy nagy színészet. Tehát az az ember, akinek oda megy, egyből eladja, hogy ő pénzt hozott. Ő meg sem nézte azt a 20 ezerest a kezében, ő elhitette ezt a, elhitette azt, hogy ő 20 ezerest hozott. Jó, hát ezt tudjuk, persze, nyilván. Hogyha megkérdezném tőle most attól az embert, hogy meg, amikor megnézte ezt a 20 ezerest, az anyaga más, a papírja más, akár szétfagdostak egy eredeti pénzt, és akkor összeragazgatták egy hamisítottal, tehát ugye van a meghamisított pénzt. De várj, ez mit jelent, van a... tehát szétfagdostak egy igazi 20 ezerest, és akkor csinál belőle hármat? Hát például egy 2 ezerest vár szét, és annak az elemét felhasználja, mondjuk a fémcsíkot. Vagy kicsit rajta pöröksz a témán, tehát kicsit beleértem magad. Tehát érzem azért ezt a fajta munkaszeretetet, ami benne van. Tehát erre tízig erőt azért így vidáman tudnál de beszélni, megszakítást nélkül. Hogy mondjam, hogy ilyet fog a kezébe, az rögtön levágja, hogy őt át akarják verni. Tehát ez nem olyan, én úgy gondolom. Tehát jó, aki meg olyan felszereléssel rendelkezik, amivel tud hiteles másolatot készíteni, azon nem fog foglalkozni a pénzhamisítással. Én úgy gondolom. Én azt gondolom egyébként, tehát itt a te kis dolgodra reagálva, hogy én inkább abba az irányba mozdulnék el. Semmiképp nem megyek a rendőrség. Az, hogy mit tudom, én megnéztem az elk, aki engem át akart verni. De figyelj, aprót is hamisítanak? Robi, várj egy kicsit, csak egy pillanat rá, meglétszi. Aprót is hamisítanak? Tehát van olyan, hogy valaki... fél tízkor feküdt. Nem éri meg. Értem, hogy nem éri meg, tudom, hogy büntetés, de valójában ennek ellenére, hogy nem éri meg, embert séri meg ölni, és mégis megteszik, ennek ellenére hamisítanak pénzt. Esetleg olyat tudok elképzelni, hogy ilyen automatába, mit tudom én, aki ilyen fényfeldolgozó üzembe dolgozik, akkor megpróbálja a 200-as vagy bármit, és akkor próbál azzal ahhoz szendvicshez, vagy bármihez hozzájutni, de az, hogy face-to-face felhasználni, tehát azért az bonyolult, nagyon bonyolult lenne, és nem érné meg. Tehát azt mondom, hogy csinálok egy fénymásolatot, vagy bármi, és akkor azt megpróbálja előni, és akkor talál magának tényleg, mert ő valószínű az elkövető, az napi szinten ezzel foglalkozik. Aha. Tehát úgy, mint a rádiózással, ő napi szinten ezzel, rutinos róka, és át fog verni. Köszönjük tényleg. Szépen, Robi, köszönjük világos szépen. Van még kérdés, srácok? Nincs. Köszi, Robi, ciao. Köszi, hello. Köszi. Hello. Szia. Hello. Kicsit belepörgött azért. Igaza van. Lát, ő a rendéber, őre, te itt elvacakolod. Jó, de a rendéber őre a legfontosabbat nem kérdezte meg, hogy hol kapok én 20 ezeres, hogy 50 ezeresen fizetek, kérdezi egy hallgat, megmondom, hogy a benzinkúton kaptam. Mennyire szépen belesétálnék az első bőle. Igen. Elnézést. Hát én ezt a benzinkúton kaptam. Bocsánat, a benzinkúton kapta, és mivel fizetett 35 ezressel, hogy visszakapott egy 20 ezres? Nagyon ritkán adnak vissza. Nagyon csúnyán hátvertek. Egy hamis 35 ezressel fizettem, és egy hamis 20-assal szúrták ki a szememet. Tehát az se nektek, se nekem, se egyébként, ami nyomozónak nem tűnt föl, az a legrosszabb mondat, hogy én ezt egy benzinkúton kaptam. Na, itt kellett volna megállni. Igen? Maga ezt egy benzinkúton. Mondja már el, mivel. Igen. Mondja már el, mivel fizetett, hogy kapott egy 20 ezres. Legyen kedves. Hát legyen kedves. Na, ott azonnal megdőlnék, tudod? Hát... Na, és akkor mi? Bankautomatából vetted. Hát, bankautomatából vehetsz ki például hamis pénzt? Nem. Miért átnézik egyesével? Igen. Honnan tudjam? Azért az csúnya bukó azért mondjuk az OTP-nek, hogy kikapsz két hamis 20 ezres. Ami a bankból jön, az szerintem nem nagyon lehet hamis. Legalábbis remélem, mert most a korábbi bizonytalan tényleg sokat veszek vele automatából. Már nem összegszerűen. Amúgy az, hogy fog a fehér papíron, az igaz, viszont például engem ez nem nyugtatna meg, mert én pont arra gondolnék, hogy na, ez valami nyomtatóból van, mert az szokott fogni. Én pont azt mondanám, hogy egyébként az igazi pénz az, ami nem fog, de ez fog. Te olyan naív vagy, neked aztán valaki egy igazi elhinné, te valaki aztán egy hamis azt is. Tehát, hogy... Mert én hiszek még az emberekben, nem vagyok olyan cinikus kiégett állat, mint te. Te úgy benyalatnának veled egy hamis 10 ezres, mint a húzat, mert ha fogna, az lenne a baj, ha nem fogna, az lenne a baj, mindent átnyomnának rajtad. Figyelj, viszont így nézegettem, hogy mit tudnak ebből a 2000-esből még felhasználni. Betlen Gábornak a szemét meg az óra, mert hogy vannak ilyen különböző elemek, amiket fel tudsz belőle használni. Most a fém csíkon kívül mit? Magát a papírt? Aha. Eltüntetik róla a festékkel? Ezt próbáltam kiszedni egy hallgató szerint a rendőrség cicerójából, csak... Robi mindenre válaszolt, csak arra nem, hogy csinálják? Tehát most azt mondja valaki nekem, itt van egy darab 2000-es, tessék, darabolt föl, és csinálj belőle egy 20 ezeres, hát azért bajba lennek.
Tehát, hogy azért szenvednék egy ideig, míg egy más színű 2000-esből összerakni egy narancssárga színű 20 000-es. Cicero elmondta, gyerekek. Cicero elmondta, hogy ki vegyi anyaggal kiszedi a színét, és újra nyomja rá. De a magát a 2000-es feliratot azt nem. Hát vissza, ez még egy nullát. Hát akkor viszont mellék arcolsz egy nullát. Ahhoz kellene egy 1000-es, tehát már 3000 a befektetés. Na jó, de akkor 17 még mindig megvan. Igen, igen, és egy kicsit más színű a pénzed. Tehát azért az 1000-es kékről egy nullát, a Betlen mellé bevarázsolsz, azért az nagyon meg szép. Betlennek van kalapja, Deáknak meg ugye nincsen. Aha. Érted? Tehát, hogy itt össze-vissza kell cserélgetni az emeket, végén 19.098 maradjak, vagy nem tudom mennyire. Megvan a megoldás, gyerekek. Apró pénzt kell hamisítani. Senki nem vizsgálja, nem nézi meg, nincs rajta vízjel. Elkezdesz hamisítani. De az egyszerűbbeket, a százast, az marha nehéz hamisítani. A két fémből van össze. Hamar összerakod. Azt Kínából hozzák, láttam egyszer, amikor bevásárolt. A pénzvert belül mutatták a nyersanyagot, megdöbbentő volt tonna számra, ugye még nyomás nélkül ott voltak a kis peremes középen, illetve részszínű ilyen kis, hogy hívják. Ezek voltak, amik kiestek? Egy darabig? Volt valami ilyen sztori, hogy megjött az alapanyag, ez amit a Jani mond, hogy a két fém össze volt rakva, és akkor próbálták beleütni magát. Igen, akkor átesett, és Lukas Garas lett belőle. Jó, hát volt olyan 200-as, ami többet ért, mint 200 forint. Az abból begyűjtötte volna egy keveset. Tartó a pénzünk. Ezért van. Volt 250-et ért, annyi volt az ezüst tartalma. Volt nagyon az eszem. Igen. Na jó, természetesen a hamisítástól minden úton módon elhatárolódunk. Egyértelműen. Papírpénzt ne. Semmiféleképpen ne. Melós. Mondjuk neked még mindig ott van a menekülés út. Honnan szerezte, kiadta? Jani. Azonnal. Elnézést kérünk Sebestyén úr az aklatásért. Mi csak a munkánkat végezzük. Tudtátok ezt a srácok? Vegyük Lőrincre. Igen, és nézzék meg az autóját, az is úgy, nézzék meg a pulóverét, bevásárolt, nézzék meg a házát, elköltözött. Új nézzék volt 2007-ben az autó. Nézzék meg, ahol költözött, a tavát, a lovait, minden, egy csomó havis dolog van. Hol a tó, hol a ló? Milyen tó, milyen ló? És ott állnál. És ott állik papucsban. A kis nadrágoddal ott állnál az ajtóban. Sebestyén Balázs küldött, igen. Na jó van, 7:30, pontosan 2 perccel. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7:45 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Csövi. Sziasztok, jó reggelt. Akciózik a tech? Hát figyeljetek, srácok. De tankoltak előtte? Mert láttam a fotón a múltkor egy az interneten egy képet, hogy tankol a tekes autó. Most megy valamivel. Indultak be, és nem tudom, már megtankolták, és ott volt, hogy Józsi, nem kéne össze beletenni valamennyit, volt egy ilyen felirat. Lefotóztak egy benzinkundán egy tekes autó. Hát, nyilván a molnál. De nem tudom. Hát, a molkártyájuk van, hova menjen tankolni. Igen. És ott tankoltak. De most akcióba léptek? Valakit szabadítani kell? Vagy? Az egyik kedves hallgató öcs írja, hogy a Hungária kerepesi sarkán épp elkapnak valakit, a külső sávevet le van zárva. Itt nem kellett tankolniuk, mert hogy egyébként az Ács utcában van a laktanyájuk, tehát csak 2 utcát kellett gyalogolniuk. De csak arrébb sétáltak. Igen. Útközben fölöltöztek, az jó? Hát igen. Igen. És ott a fal mellett ott elsurrantak, ott végig. Na mindegy, nem tudjuk, hogy kit, vagy mit, vagy miért. Nem, csörögjünk rájuk, biztos elmondja. Bevetés közben. Gyerek, ez most a Hungária kerepesi, meg a Hungária egresi, ott most nagyon nagy dolgok történnek. Az egyik sarkora a tektőrbe éppen valahova, a másik sarkora egy troli robban le. De mi van, ha tekesek mentek trollit menteni? Az nem lehet, vagy? Hanem azt kapták el, aki miatt lerobbant a trollit. És akkor ezt kitolta a kereszteződésből a trollit. Ha? Na, az is lehet. Azt hittél lopni akar. Nézd már, ott lopják a trollit. Mindegy, hova tolják már. Hey, hát nem lopjuk el azt a trollit. Hey, ez az ország tárcsázom is a leket. Leszorítani. Nézd már, felé volt neked, ellopják a trollit. Nézd már, hogy elvigyék, hogy hallott az olyan már oda. Így van. Ki jött a lerohantak azt az a kedves utas, hogy elnézést, nekem csak a sofőr mondta, hogy toljam át a kereszteződésen a trollit, mert hogy annyira beragadt, hogy egyébként 6 kilométeres dugó van a Hungária. Maga el akarta lopni a trollit, nem? Hát, és érted, korán reggel. Ártatlan utasokkal tekesek birkoznak egyébként, akik jó szándékból tolták a trollit. Ennyi. A Hungária egresi sarka. Bizony, bizony. Szép ez az ország. Az étkezdének az ajtát, és akkor szopkássát le! Fegyvert föl! Lopják a trollit! Trollit lopnak! Hungária kerepesi sarok! Nem lehet, hogy tolják, Józsi. De hogy tolják, lopják! És már mentek is. Jó, nagyon helyes, de legalább rend van, nem? Hát nem fogunk itt improvizatíve trollit lopni, érted? Hát ki gondolja? Így van. Ártatlan vagyunk! A húgom is, de akarom, amikor akarom, bevallom! Azt mindenki mondhatja! Hát ezért szép, itt felszállsz egy BKV-járatra, nem tudod, mikor szállsz le, hol szállsz le, önszántatból szállsz le, nem? Ennyi. Oda mész, ahova akarsz.
érted? Most még a négyes metró is arra megy, amerre akar, hát majd előbb-utóbb tudják kontrollálni, érted? A Terminátor hát erről fog szólni. A Skynet után a négyes metró is öntudatára ébred. Máshol nyílnak az ajtók, rossz irányba megy a metró. Hát, klassz ez. Nincs ezzel vagy. Igen, meg hogy elharapoztak már ezek a történetek, ugye a BKV különböző járatain is, most már a jegyenlőrök mellé tekeseket osztanak be. Igen. Hát az a működő, nem működő kapurendszer mellé kell, mert ott mindenki csak spontáljuk azt. 81-es út a belterületén szintén mérnek, ez ebben a pillanatban jött, köszönjük szépen. És akkor tehát a Hungária kerepesi sarkán a külső sáv lezárva, hogy ott is lehet egy kicsi dugora számítani, ott most a srácok akcióban endültek. A szemükben ne nézzetek, veszélyes. Igen. Kerüljetek a szemkontaktust, igen. A Debrecen és Mikepécs között baleset van, emiatt nagy a torlódás. Lajos vízénél az M5-ösön egy kamion letarolta a szalagkorlátot, a leállósában vesztegel jelen pillanatban, Pest felé, dugó nincs, csak lassítanak néhányan, töfike küldte ezt nekünk, köszönjük az szépen. Az egyik hallgatunk írja, hogy ne vegyetek fel mindenkinek a telefont, mert az a rendőr 100 000-es is elbeszélt a műsorban 20 percet. Igen. Ne vegyétek fel mindenkinek. Nem, igazából a pénznyomtatás és a hamisítási módjairól akartunk megtudni, de hát igen. Robert kicsit túlvezérelt volt, így beleértem. Balázs lelki akart beszélni, hogy ne lépjen a bűnútjára. Ő egyfajta nyomozati cselekményt valósított már meg, és nyomozati szakaszba léptette ugye a dolgot, még a tárgyalási szakasz előtt, úgyhogy hát ő levezette, hogy mi történik. Kicsit még beszélgetünk, bevisznek téged. Igen. Na, viszont erről a hűtőbe elbújt fiúról akarok két mondatot beszélni. Nekem annyira tetszik ez a srác, 14 éves fiút, az, hogy garázdaság miatt körözték, nyilván nem tetszik, de hogy lakít el ki otthonának, hűtőjében bújt el a rendőrök elől, méghozzá a családi hűtőben. És a rendőrség ugye képet is mellékelt róla, ott van, ott lapul a hűtőszekrényben, és azon gondolkoztam, hogy ez vajon tudatos észrevétel volt, vagy hangot hallottak a hűtőből a rendőrök, vagy csak... Vagy csak megszomjaztak. Egy pohár tej, tiszta fej. Nyomjunk már egy kókot, valami legyen. Ugye, és ott van a fotó, ahogy szegény fiú egyébként kuksol a hűtőszekrényben. Hát nem kell őt sajnálni, nyilván a garázdaságért körözték. De hogy így átgondoltam, hogy otthon hova tudnék bújni, nem biztos, hogy a hűtőszekrényt választanál. Tehát ott nektek vannak polcok a hűtőben? Vannak. Ugye? Hogy azért azt onnan gyorsan ki kell kapni. Tehát ő tudta, vagy üldözött, beszaladt és bebújt a hűtőbe, vagy üldözték? Hát vagy soha nincs neki polc benne, mert ha tudja, hogy ha üldözik, akkor oda el tud bújni. Ez az utolsó menedék. Igen. Az a menedék. És az is fura volt, hogy meg volt fordítva a hűtő a fal felé. Mondjuk, ha beülsz magadra, csukor és araszolva megfordítod, azért az komoly meló. Nézd, Józsi, mozog a hűtő. Hogy hol vannak a lakásban az igazán jó búvóhelyek, ahova el tudsz bújni, vagy ahova érdemes elbújni, még jön a rendőrség, vagy jön a tech. Nekünk elég nagy hűtők van, de valószínűleg elárulna az, hogy a hűtőt ott hever a köven egy csomó zöldség. Akkor rögtön a zöldséges fiókban néznek be, és megtalálnak. És ott lapulna két retek, meg egy csillámtök mellett. A fotó, láttál egyébként nem fogalmazott meg ennek a kérdés, hogy ezt mikor csinálták ezt a képet? Tehát abban a pillanatban, hogy feltépték a hűtőnek az ajtaját, vagy pedig reprodukálták. Igen, az eseményeket. A srácok, kérjük, fáradjon vissza a hűtőszekrénybe, csinálnánk egy fotót. Mi van ilyenkor, tényleg megy velük egy fotós? És akkor azt mondja, várj, Tibi, ne tévj még föl, Tibi, nem tudok exponálni. Bemérem a fényt, távolságot. Ahol nálad okos mobil, addig én szakban tartom. Beszartam akkor, Tibi, ne hozzám föl, Tibi, a hűtőt. Tehát ez hogy van, hogy föltépik a hűtőszekrényt, és abban a pillanatban fotóznak. Ott fotóznak, vagy tényleg a fiút előállították, majd a fotókedvért, jó a kérdés, visszaküldték a hűtőszekrénybe, és azt mondták, hogy archiválni kell, menjél vissza a hűtőszekrénybe. Ne mozogjon! És újra beültették? Ebb biztos, hogy ebben a pózban volt. Nem tudom, nem a hűtőszekrénybe mennék, azon gondolkozom. Tehát milyen dolgok jutnak eszébe, hova tudsz menni? Ágy alá, ugye? Baromi nagy közhely. Igen, amatőr. Magadra húznád a páncélszekrény ajtaját. Szerintem tudod, mi van? Nincs páncélszekrényem. Belülről hívnám a Viki. Viki, mi akkor? Tudod, hol nem keresnek? Fölül, kis haver. Fölül. Hol fölül? Hol? Mentél már úgy egy lakásba, hogy fölfele néztél? De hol a szekrény tetejére? Tényleg. A mennyezet. Ja, fönt a plafonon? Ja. Hát mit csinálsz, ha keresel valakit a lakásba? Benézel az ajtó mögé, nézed a nyomokat, benézel a szekrénybe. Hol vagyok? Nagyon jó. Ott vagyok fölöttük. Ott vagyok okos. Fölött. Ez okos. És könnyebben is tudsz támadni, ha baj van. Haver. És ha akarok, rájuk ugrok. De nem akarok, de nem ugorja rájuk.
Ne ugorjál rájuk, csak rejtőzködjél. Tapadj fel a plafonra. Ott vagyok, négy kéz láb, kiterítve magam. Szerintem csináld azt, hogy előtte, még ha van egy kis időd, akkor gyorsan menj a konyhába, és hempergőzzél meg egy kis lisztbe. És úgy tapadjál fel a plafonra, mert akkor azt hiszik majd, hogy ilyen kis gipszangyal vagy tukó. Magyar. És ne pislogj. Igen. Nézd már mekkora pöcsában a kis kupidón. Érted? Hova kell menni? Fölfele. Föl, ugye? Főre. Manit Gógyi, mert mit csinálsz? Benézel az ajtó, WC, hűtő, ilyenek. De mikor nézel fölfele? Mikor nézel? Gondolnád, hogy van ott valaki a mennyezetem vagy a csilláron? Nagyon túlva. Hát persze, hogy nincs. Hol vagyok? Ott. Akkor napám. Mi? Ez rendben van. Ugye? Ez nagyon rendben van. Csilláron így kuporognál. Nem tudom, azon gondolkozom, hogy épít-e még valaki úgy házat, hogy bunkert rak bele. Tehát, hogy te fölkészülsz arra egyébként, hogy oda te majd egyszer el akarsz bújni. Mert szerintem nem készülnek így nagyon házak, nem? Hogy hova tudsz egyáltalán tényleg egyszer üldöz a rendőrség? Hát ez nagyon jó. Figyelj, nekünk meg például a kádunk B-színű. Én kitépném a helyéről, magamra borítanám, és azt hinnék, hogy cserebogá. Vagy mint egy kis Bodo bácsi, elmásznál vele. Cserebogár, ilyenkor? Ekkora. Ugye, hol van még ugye május? Mi történik? Általában rejtett helyekre néznek be. Igen. Tehát mit kell csinálni, ha elbújsz? Feltűnő helyen kell tartozni. Ha, nem elbújj, bújjak el, nem elbújj, csak valahol egy feltűnő helyen megmerevet. Uh-huh. Érted? És abban a pillanatban, hogy megmerevettél, ráfekszel a radiátorra. Egy alvó macska. Beülsz egy széknek, vagy beülsz egy székbe hirtelen az étkező asztalodnál, és ülsz mereven. Hát ki fog észrevenni, ha nem vagy mozgótár, nem. Érted? Hát, szerintem hűtőbe bebújni, hát tök amatőr. Oda kell bújni, ahol számítanak rá, de ezért nem fogják megnézni. Na, ezt mondom. A hűtőbe. De, nem, azért bújok el a hűtőbe, mert a múltkor is volt az a hűtős ügy, ugye Béla? És akkor... Hát biztos nincs, hát a hűtőbe biztos volt. Nem mászik, hát hülye lenne oda mászni, hát ott keresnénk először, úgyhogy hagyjuk azt, ne is nézzük meg, hát, és oda bújnék. Ott is elkapták azt a tizedik kedveti fiút. Igen. Érted a csavart. És ha nem találnak, akkor jön a tek. Vagy egyből a tek jön. Ki talál meg? Hát ilyen esetben, mert ők már keresték szerintem tek. Ott már tek megy? Aha. Hát igen. És de... például a gardróbban olyat csináltam, hogy kabátot felveszed, és így beukasztod. Figyelj, bebújok kabátnak, és lógok egy fogason. Az is jó egyébként. Tényleg, az jó, hogy a teknek nem kell jegyzőkönyvezni, hogy nyilván minden világító meg hangránátot, amit bedobnak egy épületbe, mert náluk ez fogyóeszköz. Tehát, hogyha ők mennek, ők dobálhatnak bármelyik helyiségbe hangránátokat, tök mindegy. Igen. Érted? Nekik igen. Belefér. És ez mi a bedobod, és megkérdezi, hogy van bent valaki, az a hangránát? Igen. És nem hallják utána, mert hogy meg vannak süketi. Ja. Gondold, amikor benn vagy a hűtőszekrénybe, és mondjuk nem találnak meg. És már rég új lenyomatot rögzítenek, DNS vizsgálatot, és tudod, egy ideig ott... És még mindig rejtőzködsz. És még mindig rejtőzködsz, de már egy idő után azért egy 6-8 óra után, tudod, fölvették a nyomokat, rögzítenek. Már azt mondták, jó, innen megszökött, de itt rögzítsük a nyomokat. És mondjuk büdös életben nem akarnak megtalálni. 6 órát ott bent csücsülsz, hát. Egy idő után már úgy kívánod, hogy megtaláljon. Elfogyott már a Mirelit borsó. A sajt is a végén járja. Tényleg én belülről kitok itt egy hűtőszekrény? Igen. Ki? Igen? Ki? Honnan másztál már be? A jövőt nem, mert én ott lakom. A fagyasztót nehezebb. Ja, mert az rákattan az ajtó. Az nagyon kemény, az ráhúzza. De ha én bemegyek, ki tudok jönni? Csak kitolom egyszerűen az ajtót? Persze. Hát ja, mert nincs, abban nincs zárat, csak ugye a gumi oda szívja. Hogy próbáljuk ki, de ez túl pici, ebbe csak én férek bele. Akkor próbáljuk ki. Nem azért kérdezem, csak mert a spenót sem mászik ki soha, hogy azért kérdezem, hogy ki lehet jönni. Aha, hát én nem ez láttam, nem rossz. Láttam már étet ki mászni ütőnál? Hát akkor vonatot. De a spenót, ez benne van egy zacskóba is. Az is igaz. És a spenót dupla fogságban. A hűtőből ki tudna mászni, de egy zacskóba is benne van. A spenót dupla fogságban van. Nem, de hány óra alatt találták meg ezt a fiút? Nem szólt a hír erről. De szemét vagy. Rögtön megtalálták. Tudták. Érezték a hatodik érzék. Hány óra alatt? Mindenhol végignézték már. Gyerekek, én egyet mondok. A szőnyeg alatt nézted már? Ahol nem keresnek, légy feltűnő, légy a mennyezeten. Komolyan mondom. Nagy hó, póktartásban, harán terpeszben, négy kézláb, tartod magad a mennyezeten. Ugye most olyan mennyezeten de gondolok... De légy télen, az így gyanús. Azok keveset mozognak a legyek télen. Tehát olyan mennyezetre gondolok, ahol ugye így a lábadat és a kezedet széttéve, te tudod magad tartani az oldalfalon. Tehát én most így gondolom a mennyezetet, mennyire nem tudsz tapadókoronga föltapadni a mennyezetre, betartod magad oldalt. Hát akkor csak a budiba tudsz elnyújni. Hát mekkora az ennek, hogy a Feri tudna nálunk a nagy szobába kitámaszkodni két kézzel, két lábbal.
Figyelj csak, tegnap 9:30 előtt, mielőtt után néztem valami Ninja filmet? Nem, csak ott ez szokott mindig lenni, ez a felugrom és úgy maradok. Elolvasok egy hírt, mindig beleélem magam, hogy hogy tudnék, hova tudnék menni, mit csinálnék, ha élnék a fiú helyébe. Érted, amikor a tekes ráül a retyóra, egyedik fölnéz, és ott tartod magad. Remeg a kezed, már szinte épp megmenekültél, érted, erre bejön a budira. És mi van, hogyha lead egy figyelmeztető lövést fölfele? Hogy nyomom van, tudod, és hasba lő. Béla! Nyomom vagyok! Ankor ott van a szekrény mögött, tudod, engem meg hasba lő, de nem azért, mert megtalál, hanem azért, mert a levegőbe akar lőni. Akkor is tartom magam. Azért az kellemetlen. Csak nem engedem, hogy a vércsepp a földre hújjon. Na azt hogy akadályozod meg? Hát hogy? Alányol. Igen, és akkor egy kézzel és két lábbal tartod magad a plafonon. Nagyon egyszerű, ha hasba lőnek, megfordulok. Egyébként. Ez nagyon jó. Hasba lőnek, ugye mit csinálok a falon? Véreznék lefelé, de megfordulok. Ezáltal felvérzek, vagyis tulajdonképpen a saját hasam fogja fel a hasam által kiengedett vér. Tehát benned marad a vér. Tehát bennem marad a vér, nincs csepp, nincs nyom, nincs DNS. Ott vagyok egy vérző testtel a falon. És? Bevérezve magamat. Óriási. Van itt gólyi. Ez nekem tetszik, de mi van, hogyha mondjuk valami, hogy hívják, valami durvább cuccal lőttek és rá. És átlőttek. Forogsz. Mint az ökörsütésnél, akkor elkezdtek forogni. Ha átlövik, oldalt fordul. Ennyi. Hát még ennyi. Mindig be tudok oldalra fordulni. Stabil oldalfekvést felveszem, meg vagyok. Nagyon. Engem nem kapnának csak úgy el. Ez nagyon jó. Bár a bencikúton azt mondanám, hogy visszakaptam a 20 000-es csőzőt. Ja, igen. Hogy került magához a hamis 20 000-es? Hát felváltottam a vendégre, fizettem, azt ezt kaptam. Hát ez már annak a következmény lenne, hiszen keresnének a hamis 20 000-es miatt a lakásodon, ahol te elbújnál. Hol? Ha a mennyezeten? De a mennyezeten lennél, és ahol foroghatnál esetleg. Nagyon, soha nagyon durva. Büdös életben nem találnának egyébként, meg. Egyébként, hogyha meg nagyon jó vagy, akkor azt is megcsináltad, hogy gyorsan forogsz, és azt hiszik, hogy vendillátor. Igen. Figyelj, szerintem ez olyan egyszerű lenne elkapni engem. Nem, tényleg nem lenne egyszerű. Nem. Azért van, nem. Van itt gógyi. Mondjuk egy idő után kiszúrnák a hangot. Figyelj, hallgass csak, Dezső. Ez Ugye milyen jó, hogy 9:50 lefeküdtem? Ugye? Ugye? Nagyon megértem. Nagyon kipihent vagyok. Az olyan veszélyes vagyok, mert hasítok, penge vagyok ám. Úgy vág az eszem, mint a borotva. Hát, érted? Bizony, csak az a baj, most nagyon sok tippet adtunk. Ez az, most mindenki a mennyezeten fog rejtőzködni. Na, a mennyezeten és a hűtőbe. Vagy a mennyezet, vagy de a hűtőbe. De mit mondtam, hogy akkor hova kell bújni? A hűtőbe és a mennyezetre. Mert azt hiszik, hogy. Hogy ott már most nem már mindenki oda bújna, ezért meg se nép. Igen. Na jó, van, rányítunk Óven bácsira és Beru nénire már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok, sziasztok, hello. Hello, Gombi. Gombi, igen, szia. Gombi. Volt egy ilyen való világszereplőnk, Gombi. Jaj, ne húzzatok te is ezzel. De ugye, emlékszel te is? Ő az, aki sírt. Persze, mások is szoktak ezzel húzni, de Gombi, nem. Nagyon jó arc. Nem én vagyok az. Egyszer egy másik rádióban betelefonáltam, hogy kérek egy zeneszámot. Igen, ő volt a Gombi vagyok, szeretnék kérni. Te az a Gombi vagy? Mondom, igen. Tényleg nem. Igen. Szegény, hát ezt a viselet egy ideig. Hogy van, Pic úr, tényleg? Pic úr, hogy igen. Csókoltatom, nem tudom. Honnan hívsz minket? Kérek szépen, pillanatnyilag Ábrahám hegyen vagyok, de Fehérváron lakom. Az jó. Ábrahám egy Balaton északi part, és gyönyörű ilyenkor itt a Balaton egyébként szép. Meg főleg most a süt a nap, és valamennyi hó még van, így nagyon jó kombináció. Hideg van, de azért szép az idő. Na jó van. Te hova bújnál? Hát klasszikus szekrény, de hát mondjuk ez erről a párom jobban tudna mesélni. Nem, hát figyeljetek, úgy el lehet bújni, tehát a párom is úgy elbújt a szekrényben, hogy valami brutális. Nem találom. Furcsa a szag, de meg akart ijeszteni. Kint tettem, vettem a konyhában, és egyszer csak bementem a szobába, mondom, hát hova tűnt. Elkezdtem szólongatni, körbenéztem bizonyos helyeken, ahova bújhatott volna, és nem találtam. Megnéztem a bejárati ajtót, tehát belülről volt bezárva, mondom, hát akkor ez nem stimmel, mondom, nem mehetett ki.
és akkor szólongattam, szólongattam, és hiába egyszerűen nem akart előjönni, de amikor már hallott a hangomban a kétségbeesést, és nem gondoltam mindenféle ufókra, meg mindenre, hogy erre bolták jöttek, akkor megszólalt, hogy itt vagyok a szekrényben, pedig ott is megnéztem, de magára húzta a ruhákat, és nem találta. De ez egy ilyen spontán bujócska volt, hogy az előbb élet valami, ez fél nagyon jó arca párod, itt sütött, főzött, de csak bebújt a szekrénybe, és egy órát ott lapult, hogy téged megkrém fájjon, hát ez durva. Mások ezzel is sok kanabiszt fogyasztanak, hogy ez így menjen, de akkor ez nálatok egy ilyen spontán örömködés. Nem, nálunk ilyesmi tudatmódosító, nálunk így simán szintán szétröhögjük magunkat, persze. Itt vagyok, nyugodj meg. Guzi, te bizú vagy! Átkeresztelem Isten bizú ezek után. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beru néni, figyelj! Ugye? Nyomtatják az ízére. Persze. Rákaptak az ízére, hamisítják a pénzt. Hajtolják. Igen. Mutatjuk, hogy közben mit énekelnek, figyelj. Úristen, van egy kék tó a ház, fák alatt. Beletettem, lejutom a lábam. Isten, én tánczenekar. Így is van. Kék tó a fák alatt. Megvan nekik ez a szám? Biztos. Ja, hallgassuk már meg a hírek jó után, lenne. Ez annyira jó ez a szám. Megnézem neked, kérlek szépen. Akkor találkoztam velük, mondtam, hogy mondom, gyerekek, ez annyira egyszerű, és annyira gyagya ez a szám, hogy marha jó. Tehát pont azért jó, mert nem szól igazából annyira semmiről, de mégis nagyon jó. Tényleg jó egyébként. Neked pedig van egy ajándékcsomagod, gratulálunk! Gratulálunk neked, ügyes vagy, a Cyber gyerek, így van. Igen. Így van. Ez a kis tehén zenekar. Így van, Cyber gyerek, azaz. Küldjük a csomagot neked, jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Jó munkát, szép napot nektek. Szia, ciao. 8 óra pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és tele vagyunk friss közlekedési hírekkel. 10-es úton az Ürömi elágazás után Pest felé 4-es koccanás van. Azt lehet sejteni, hogy akkor ott mekkora a dugó. Tomó írta nekünk, köszönjük szépen. M3-as Miskolc felé picit ködös, de napos az idő, szervés, balesetmentes. Bertus küldte nekünk az SMS-t, köszönjük szépen. Miért köszönjük meg minden egyes SMS-t külön? Ma valamilyen jó tudért költözött belé? Túlaludtam magam, és akkor hálás vagyok? Igen, ilyenkor hálás vagy. Tele vagyok szeretettel? Na, látod? Pihenten ilyen vagy. Még maradt bennem valami jó, nem? Még ott legbelül van még bennem valami jó. Budakeszi út a város felé csak vánszorog, ezt kapitány küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi van? Tényleg. Mi van? Na megint megköszönted. Ja tényleg? Köszönöm, hogy szólsz. Őrs és villangó között baleset, három autó egymás, bent folyik a benzin a Kerepesire. Ezt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. És Nyíregyházi piacnál Fehér Fábia volt, trafizika közeg, csak lassan üdv Jogó Béla küldtesz nekünk. Csak mondom, hogy tegnap milyen kedves rendőrrel találkozott az én drága, kedves feleségem. Na, és köszönöd szépen neki, hogy ilyen kedves volt. Köszönöm szépen, hogy boldoggá tett a feleségemet. Viki rossz helyen állt meg egy bevásárlóközpontnál, de úgy állt meg rossz helyen, hogy közben nem volt kint tábla. Egy illatszerboltban. Nem táska. Mindig mondom neki, hogy ne menjen be kocsiba a tábla. Ne menjen be. De ő bement. Nem is erről van szó. Megállt, és az ott ablak, hogy... csak tiszta. Igen. Hidd el, ott van üveg. Kapott egy rendőri felszólítást, vagy egy rendőri papírt, hogy ön tilosban parkol, ezért önt, és ott volt felsorolva a lehetséges verzió, hogy ezért én úgy elkapom. Megbüntetem, mint a megbírságolom, figyelmeztetem, vagy mit eljárás alá vonom, vagy nem tudom. És rendőr bácsi aláhúzta a figyelmeztetem de szócskát, drága. És nem büntette meg a nejemet, hanem... Az asszony, mit csinált a rendőr bácsi? Az asszony, de utána valaki mondja, az asszony, nem büntette meg az asszony, hanem figyelmeztette. És azt húzta alá, hogy ön rossz helyen parkol, önt figyelmeztetem, legyen szíves, legközelebb, mit a figyeljen oda, és legközelebb ne álljon ide. Egyébként nem bevásárlóközpont volt, és tényleg, hanem egy kapuaj, egy kocsi kiállóval, és... És nem ő volt, hanem az édesanyja. Nem, és le volt lakatolva a kocsi kiálló, tehát hogy valószínűleg... nem rendőr, hanem közterület. Igen, és nem most volt, hanem négy éve. Igen, és nem is ebben az országban, hanem Amerikában. És a rendőr figyelmeztetett, és hogy még vannak ilyenek, ezt akartam erről egy mondatot mondani, hogy azért ez milyen pozitív, nem? Hogy nem azt mondta, hogy csak a 10.000 forint, és akkor már cetli szélvédő alá, hanem csak figyelmeztette, hogy legyen szíves, vegye észre, hogy ő legközelebb, ha ide akar állni, tudja, hogy ez egy kapubejáró. Hát, és olyan boldogok voltunk, megöleltük egymást, beleszaladtunk a naplementébe, és azt gondoltuk,
Előtte vesztelere van köztünk. De várjál, te is a rendőr? Nem, Viki, meg kezét megfogtam, és belesiettünk. Az annyira nem volt tavasz. Olyan boldogok voltunk, hogy egyszer nem tudtuk megállni, hogy sírva ne siessünk. Aztán Viki lenézett, és azt mondta, hogy hát te se az az ember vagy már, akiben beleszeret. Aki ezt hozzám, vagy nagyon hideg van. Mire mondta meg, hogy nyugodj meg, ez csak az időjárás. Rohadt hideg van. Szóval, hogy vannak még ilyen cuki rendőrök. Ez nagyon szimpi. Hát itt lenne, adnék egy puszit neki. Jöjjön ide, látni most akarjuk, felrakjuk a Facebookra. Bele akarok nézni a szemébe. Figyelj. Érted, hogy mi milyen jó, hogy nem az hát a nem büntet, hanem... Hogy de nem lehet, csak figyelmeztet, de olyan korrekt volt. Az nem lehet, hogy ez volt az utolsó nyomtatvány, és rosszat húzott alá? Basszus! De most tényleg, hogy miért tényleg kell mindig ilyen rossz indulatok legyetek? Basszus, miért nem? A figyelmeztetés húztam alá, a rossz indulatok bírságon. Nem, ez eszembe se jutott, arra gondoltam, hogy de jó, hogy tudod, hogy kicsit visszaállítják azt, amit a rendőről nekünk gondolnunk kell. Ugye hát Magyarországon mit gondolsz? Félsz tőle, behúzod nyakad, fület, farkad, nem mész oda, meglátod, jaj, igazoltat, jaj. Kint ugye Amerika, Anglia, ott meglátsz, egy rendőr bizalmat kelt, hozzáfordulhatsz, oda mehet, segít neked, beszél idegen nyelveket, stb. És ez tök jó, hogy ezen dolgoznak. Hát számunkra ezt... idegen nyelv. Igen, furán vagy, nem tudom, valami angol filmekben láttam ilyen. Érted, hogy van egy pozitív élményed egy rendőrről, és ez szerintem jó. Ez jó. Tehát ez jót tesz, hogy nem az, hogy nem most 10.000 forintnál akkor megy be a központi költségvetésben, hanem azt gondolod, hogy de jó, köszönöm, hogy nem büntetett meg. Végül is feladata szólni, de nem egyből a legdurvább szankcionálással, a büntetéssel. Ez ilyen pozitív, és ezt így el akartam mondani. Önt figyelmeztetem, vagy az volt a beírólda, csak hogy ennyi. De ennyi. Legközelebb dárdá lesz. Tálibe, tutálibe, málibe, persze. Na, szóval, hogy nem, csak figyelmeztetett, és most szeretnék... De jó arcok. Igen, hogy kicsit gondoljunk pozitívabban a rendőrökre, nem? És köszönöd neki, hogy elengedett. És köszönöm neki. De nem is én voltam, a Viki autója volt, tehát nem tudhatta, hogy itt valamiféle ismertség lép föl, vagy bármiféle olyan dolog, ami esetleg zavaró körülmény lehet. Na, viszont, ha már ennyit humorizáltunk a hírek előtt, az elmúlt egy órában, akkor kicsit komolyabbra fordítjuk, nem kell nagyon megijedni, egy röpke 20 percig, de beszélünk kell róla, ugyanis azt gondolom, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ugye mindenki veszélyeztetett lehet, február 4-e a rák világnapja, és hát ugye azért fontos ez, mert az ember ezt hallja, akkor mindig azon gondolkodik, hogy van-e ebből kiút, nem? Legalábbis nekem mindig az jut az eszembe, hogy ugye minden évben legalább 6-szor beharangozzák, hogy megvan a rák ellenszere. Ezt találták, azt találták, természetes úton, módon találták meg a természetben, mondjuk ugye a kanabisznak köszönhetően, vagy a kanabisz olajnak köszönhetően, vagy egy gyógyszergyár feltalálta, de valahogy még sincs áttörés, nem? És hát a magyar lakosság meg aztán pláne veszélyeztetett, mert szinte minden ilyen statisztikában élen járunk, hogy lesz-e ebből kiút? Mi van 50 év múlva, mi lesz 100 év múlva, megtalálják-e valaha az ellenszert? Igaz-e a lobby, hogy esetleg nincs érdekük a gyógyszergyáraknak megtalálni az ellenszert? Erről beszélgetünk mindjárt egy szakértővel, azért ezt gondolom, hogy mindenkit érdekelhet. Ez egy nagyon, nagyon komoly téma, meg hát ugye nem csak egyféle fajtája van a rák, meg nagyon sokféle különböző fajtája van, és hát ez is különböző stádiumoktól is függ, hogy mikor sikerül mondjuk így tetten érni, úgymond, stb. Ezért érdemes például, én nagyon ki vagyok hegyezve ilyen értelemben, és nagyon odafigyelek a bőrrákra, mert az én bőröm az olyan, hogy nagyon érzékeny, rengeteg anyajegy van rajtam, ezeket időről időre meg kell nézetnem egy bőrgyógyászaton. És hát a prostata vizsgálatra is ezért mentél. Hát azt én tiszta élvezet. Azon én voltam, Feri, majd szívesen mesélek róla, bár te lehallottál róla. Jani is volt, mondta, most a múlt héten elment. Az viszont biztos, hogy nincs olyan család Magyarországon, vagy nincs olyan ember, akinek ismerőse, rokona ne került volna bele a dologba. Így van. Tehát valamilyen szinten mindenki érintve van. Igen, érdekes az szerintem, hogy 300 évvel ezelőtt is volt, vagy 500 évvel ezelőtt nem is, vagy nem tudták, hogy az, ez egy létező betegség volt, ez egy ilyen modern generációs dolog, amit mondjuk felfedeztek 50 éven, nagyjából annyi ideje van, és ez egy ilyen újkori betegség, vagy mondjuk az 1600-as években is volt ilyen, hogy gyomorrák, vagy volt ilyen, hogy bőrrák, vagy volt ilyen, hogy prostatarák, vagy ez egy újkori dolog? Egy részük szerintem létezett, de vannak olyanok is, olyan fajtái, amik ugye az elmúlt évtizedekben terjedtek el, azért, mert olyan életmódot érünk, mert olyan környezeti ártalmaknak olyan kitérő. Nyilván, biztos, persze. Ugye itt nem sokat beszél az ember erről, de valahogy, mintha a magyar lakosság fejében ez nem akarná átmenni, ugye, hogy a megelőzés, nem? Hogy ez így valahogy, nem tudom, hogy úgy az ember egyébe egyszer elmenni a nőknek egy szűrése, a férfiaknak egy szűrése. Kicsit mindenki ebben a témakörben még mindig úgy gondol, nyilván, ha nincs családi érintettség, akkor azért egészen más a dolog, hogy hát engem biztos nem. Aha, igen. Ugye? Hogy valami van. Semmi baj, minek menjek orvoshoz. Van valami ilyen önvédelmi mechanizmus, amivel ezt az egész témát megpróbál elhárítani, hogy
Hát ugyan, hát én nem eszem olyat, nem iszom olyat. Közben lehet az egy genetikai adottság, lehet egy öröklött tényező. Tehát egy csomó minden van, ami azért közre játszhat abban, hogy mondjuk neked is oda kell figyelni magadra. Mind minden betegséggel a magyarok, tehát mindennel így vagyunk. Közben, ha megnézed a statisztikákat, hát dermesztő, nem? Hogy mennyire az élen járunk ilyen megbetegedésekben. Na, megkérdezzünk erről egy szakértőt, leginkább arról, hogy milyen kilátásaink vannak, és mi lesz mondjuk 20 vagy 50 év múlva. Itt van Kulcsár Gyula, biokémikus rákutató. Dr. Kulcsár Gyula, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok! Jó. Csak az előző kérdésemre még egy picit visszatérve, hogy az, hogy rák az 3 vagy 400 évvel ezelőtt létezett, vagy ez egy ilyen modern kori betegség? Nem, természetesen létezett. Sőt, én úgy tudom, hogy maga a rák elnevezés is még a görög időkből származik. Tehát akkor vették észre, hogy úgy behúzódik a mell, mint egy ilyen rákszerű, és ezért alakult ki ez az elnevezés, hogy rák, ami egyébként furcsa is, hiszen az állatról nevezték eredetileg. Csak természetesen a régebbi időkben akkor sokszor nem ismerték fel, valaki meghalt, vagy mielőtt meghalt volna rákba, meghalt csatába, vagy tehát különféle okok miatt kevésbé figyeltek rá, de létezett. Na most, ami engem nagyon érdekel ebben a témában leginkább, hogy ugye minden évben hall az ember valami nagyon nagy áttörést, hogy valamilyen tudós, vagy orvos, vagy biokémikus, vagy kutató bejelentkezik, hogy ő megtalálta, és aztán ezt valahogy nem látjuk átültetni a gyógyszeriparban, nem látjuk megvalósulni a hétköznapokban. Hogy ennek mi az oka, hogy nem engedik forgalomba kerülni, vagy valójában senki nem találta még meg az ellenszert, mert tényleg évente legalább 5 ilyen hír van. Hát az az igazság, hogy mindennek ki kell állni az idő próbáját, és azok maradnak meg, amik végig tudják harcolni, és ugye, mert azért végig kell harcolni ezt, hogy eljutasson oda, hogy elfogadott legyen, és lehessen használni. Ugye hát konkrétan a mi esetünkben is, hát nagyon messzire jutottunk már igazából, de azért még messze nincs vége a harcnak. Ez mit jelent, hogy messzire eljutottunk? Tehát, hogy... Ugye annak idején a kutatásaink során felfedeztük, hogy az immunrendszer mellett létezik egy másik védelmi mechanizmus, ami a daganatok többségében igazából az működik, mert már egyértelmű, hogy az immunrendszer csak olyan daganatoknál tud hatni, amelyeket vírusok által keletkeznek. És a többiben ez a természetes tumorellenes védelem hat. Na most ez ugye megállapítottuk, hogy melyek ennek a hatóágensei a vérünkben, bizonyítottuk a létezését, ezt tudományos közleményekbe leközöltük, és ez alapján lehetővé vált, hogy ezeket a hatóanyagokat kívülről bevigyük, és akkor segítsünk ennek a védelemnek, és hát nagyobb esélye gyógyuljon meg az illető. Na most azt értem ez alatt, hogy messzire eljutottunk, hogy ez a készítmény régebben még csak étrendkiegészítő volt, most már jutottunk oda, hogy speciális gyógyászati célra szánt tápszer, daganatos betegek részére, tehát már kimondhatjuk a célcsoportot. Az étrendkiegészítőnél ugye semmit nem lehet mondani. A következő lépcső, amikor gyógyszer lesz. És olyat is hallani például, ugye nyilván ez egyfajta összeesküvés elmélet, engem csak érdekel, hogy ugye nem biztos, hogy mondjuk a nagy gyógyszer cégeknek, vagy a nagy gyógyszer lobbinak érdekel, hogy például olyan készítmények kerüljenek forgalomba, most mindegy, hogy ez egy olaj, vagy kapszula, vagy bármi, ami effektíve mondjuk a korán felismert rákbetegeken mondjuk segíthet. Igaz lehet ebből valami, hogy vannak bizonyos érdekcsoportok, akinek egész egyszerűen nem érdekel, hogy ez forgalomba kerüljön, vagy ezt lassítják, vagy megakadályozzák? Hát ugye ez nagyon logikusan hangzik, hiszen tényleg, amit elmondtál, az is nagyon logikus feltételezés, és igazából ugye, mikor egy gyárról van szó, az nem egy ember, hanem egy gépezet, ami működik, ami arra van, hogy minél több profitot csináljon, tehát ott nehéz elkapni azt, hogy hát humánusan gondolkodjon. Az biztos, hogy hát, hogy nehéz velük harcolni olyan szempontból, hogy is mondjam, olyan komoly vizsgálatokat előírnak olyan nagy összegekért, hogy valami gyógyszer lehessen, hogy ezt elég nehéz hát egy átlag kezdőnek produkálnia. Na de ugyanez a gyógyszer erre abból is profitálna, hogyha megcsinálna a rák elleni gyógyszert, érti? Én azért vagyok ez ellen az összeesküvés ellen kicsit, mert most abból értem, hogy sok pénzt keres, hogy sugárkezelés, vagy kemoterápia. Megcsinálod a gyógyszert, és azt adod el sok pénzért, ugyanúgy pénzénél van, nem? Rosszul hát gondolkodom? Most tudnék mondani egy logikus indokot, hogy miért nem ez az igazi, de... Na de meghallgatnánk, hogy mi a logikus indok, hogy
hogy miért nem. Csak kérdezem, ugye, hogy van-e reménye effektív, hogy mondjuk 30 év valaki tényleg odaáll, és azt mondja, hogy igen, megtaláltam, és a lobby, a gyógyszerlobby, a gyógyszeripar egyszer csak eltávolítja, és azt mondja, hogy nem, te nem kerülsz olyan tényezőként közelbe vagy előre, hogy te mondjuk ezt forgalomba helyezhess. Hogy a Feri logikus érvelésére mi az ellenérv? De előtte azért elmondom, hogy én azért nem gondolom úgy, hogy ez így van. Jó. De logikusan, ha logikusan gondolkodik az ember, akkor az az érv, hogy ha teljesen meggyógyul valaki, akkor ugye még egyszer már nem kell használni. A betegek többsége visszaesik, úgynevezett recidíva alakul ki, és akkor újból kell használni a gyógyszert. Tehát ez a logikus ellenérv, de ennek én is úgy gondolom, hogy azért nincs ilyen. Én nem hiszem el, hogy ilyen lenne. Az mennyire igaz, hogy egyébként maga a rákos sejt, az egyébként mindenkiben ott van, aztán nyilván étkezés, mozgás, táplálkozás, lelkiadottság, lelki bajok, fel nem dolgozott traumák, családon belül, ezek mind-mind hozzá segíthetnek, hogy ezek elszaporodjanak, előre törjenek. Hát a tudomány mai állása szerint tényleg így van, mindenkiben rendszeresen keletkeznek ráksejtek, de az esetek többségében szerencsére, azaz az emberek nagyobb részében ez a természetes tumorellenes védelem, illetve a vírus eredetű daganatok esetén az immunrendszer, azért ezt ki tudja védeni. Amit ön mondott, ezek a plusz hatások gyengíthetik ezeknek a védelmeknek a szintjét, illetve fokozhatják a keletkező ráksejtek a mennyiségét, és ilyenkor nagyobb eséllyel kialakul a daganat. Mondjuk, hát nehéz így megkérdezni, kik a veszélyeztetettek, de hogyha az ember akar egy kicsit segíteni, van egy ilyen fórum nyilván, amit ilyenkor az ember megragad, hogy mondjuk 40 év fölött nézzünk egy veszélyeztetettebb kort. Ott körülbelül mi a normális, mondjuk egy nőnek évenkénti hány szűrés, vagy egy férfinek, hogy mikor menjen el, mire figyeljen, ha kicsit valaki megpróbál jobban odafigyelni magára? Hát mindenképpen az általában ezeket előírják és tanácsolják, tehát különféle daganatoknál, különféle típusoknál más-más ez a gyakoriság, azt mindenképpen célszerű tartani, sajnos ez amennyire én olvastam, messze nem 100%-os, tehát az emberek azért nem figyelnek annyira magukra, amennyire kellene. Ez mondjuk öröklődhet, tehát ha valakinél a családban tényezőként ott volt apai, anyai vonalon, vagy nagyanyai, nagyapai vonalon, akkor mindenféleképpen több figyelmet érdemel a megelőzés? Hát igen, mert nem maga a daganat öröklődik, hanem a hajlam. A hajlam, így van. Így van. És ilyenkor persze, ha valakiknél volt, akkor még célszerűbb ez jobban odafigyelni, vagy esetleg például ezt a bizonyos hát természetes tumorellenes védelmet erősítő hát készítményeket, tablettát, italport szedni, hiszen ezzel erősíti ezt a védelmi rendszert, és csökken az esélye, hogy tényleg ez a hajlam valósággá váljon. Pár évvel ezelőtt kikiáltották csodaszernek a paradicsomot. Az igaz, hogyha az ember sokat eszik, akkor az segít ennek a rendszernek az életben tartásában? Hát konkrétan ennek a természetes tumorás védelemben nincs szerepe ennek, de mindenképpen a paradicsomban, általában gyümölcsökben, zöldségben nagyon sok olyan anyag van, ami nagyon hasznos. Tehát inkább az, hogy segítik megakadályozni, hogy kialakuljon, a sejtek átalakuljanak ráksejtekké. Tehát inkább ebben van a hatásuk, a már kialakult ráksejtek elpusztításában már kevésbé. De igazából ez mindegy, és nem egy paradicsom vagy egy céklalé, az a lényeg, hogy minél magasabb természetes antioxidáns tartalmú zöldség vagy gyümölcs legyen az, amit fogyasztunk, és lehetőleg ezekből minél többet. Így van, így van. Van arról valamiféle szám, hogy ha mondjuk, tehát hány százalékkal csökkentető azoknál, akik valójában odafigyelnek? Tehát... Visszahívod annam. Ugye itt az lenne az érdekes, hogy egyrészt odafigyelsz a táplálkozásra, a mozgásra, hogy matematikailag meghatározható, hogy igen, jelen esetben, ha valaki tényleg odafigyel, kimutathatóan mondjuk 50 vagy 60%-kal csökken effektív a rákos megbetegedések száma, mint azoknál, akik mondjuk nem mozognak, nem sportolnak, esznek mindent hülyén össze-vissza, és azt gondolják, hogy ők úgy sem. Ez milyen érdekes, hogy mindenkiben benne van. Nem? Nagyon kemény. Ugye? Nagyon kemény, de ugyanakkor viszont, ha a családban már előfordult ez a dolog, és tudod, hogy egyébként a ráknak milyen formája, akkor már ez a tragédia adott esetben egy nagyon jó példa lehet számodra, hogy mit ne csinálj. Tehát, hogyha volt például valaki, aki mondjuk tüdőrákban elhunyt adott esetben, akkor tudod, hogy hát dohányzással vigyázni kell. Igen, igen, abszolút igen. Itt jó reggelt, itt vagyunk újra. Igen, jó reggelt, doktor. Megszakad. Szóval, hogy van-e valami matematikai statisztika arról, hogy azok, akik mozognak és helyesen táplálkoznak, mert szerintem ennek a 80%-a tényleg kis túlzás egyébként a táplálkozás miatt van, hogy mennyivel kevesebben betegednek meg? Erről van valamiféle statisztikánk? Hát valószínűleg van, én így nem tudok erről számadatot, ilyen közegészségtanban dolgozók, biztos, hogy egy kapásból sorolnák. Az biztos, annyit tudok adatok nélkül, hogy
hogy tényleg az egészséges életmód, tehát a mozgás, a megfelelő táplálkozás. Az a probléma, én azt figyeltem meg gyerekkorom óta, hogy régebben az emberek, főleg a falusi emberek nagy része maga termelte meg a táplálékát, tehát az állatokat, növényeket, stb. Ma meg még a falusi emberek is ilyen nagy áruházakba veszik, és az is logikus, hogyha áruházba ugye húst árulnak, az értelmetlen lenne, hogy a húst két nap múlva ki kelljen dobni, ha már levágták az állatot. Tehát mindenképpen célszerűen raknak bele különféle tartósítószereket. Most ezek önmagukban természetesen nem rákkeltőek, csak a nagy kémiai terhelés, tehát a sok megevett vegyszer, illetve a levegőből, a szennyezettségből beszívott vegyszerek, ezek hát nem teljesen pozitívak, hogy finoman fogalmaznak. Nálunk mi a vezető halálozási ok a rákban a nőknél és a férfiaknál, azt tudjuk? Hát a férfiaknál a európai szinten én úgy tudom, hogy a dohányzással összefüggő tüdő és szájöregi daganatokban első helyen állunk, a nőknél pedig a vastagbéldaganatok és a leukémiák terén elsők vagyunk, emlődaganatok esetén 9-ek Európában. Hát azért az se egy túl jó. Nem mész el az éves szűrésre. Az se egy túl jó. Az se egy túl jó. Egyébként ez az évente egyszerű szűrés, ez elég? Vagy meghatározható mondjuk egy olyan szám, olyan mennyiség, ami indokoltabb ennél? Tehát, hogy mit tudom, évente háromszor menjünk el, mert akkor biztos, hogy elég jól hát tudok védekezni ellene. Nem vagyok benne biztos, hogy a rendszer bírná. Nagyon fontos az, hogy magát is figyelje és szűrje. Tehát emlőnél ugye ezek a tapintásos figyelések, amit a nőknél mondanak, férfiaknál ugye a heréknek ugyanilyen vizsgálata, tehát hogy önmagát is nagyon figyeljen, de és akkor, ha bármi furcsát tapasztal, akkor viszont hát az a jó, ha minél gyorsabban elmegy orvoshoz, egyébként pedig azért az elvérjük mennyiségű szűrésekre készre menni. Tehát akkor azt mondja a doktor úr, hogy 50 év múlva körülbelül itt fogunk, vagy ha még nem, akkor rosszabb statisztikákat fogunk tudni felmutatni, és vagy nagyjából itt tartani? Tehát effektíve nem, az, hogy mondjuk rákmentesen éljünk 50-100 év múlva, erre kicsi az esély? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen fejlődik, hiszen ha visszamegyünk 50 évet, akkor ahhoz képest nagyon nagyot fejlődtünk mostanáig. Most ugyanígy előre nézve is valószínű nagyon sok fejlődnek a módszerek, akár a diagnosztikus módszerek is, tehát hogy sokkal gyorsabban felismerik idő, és az nagyon sokat jelent. Tehát minél jobban időbe el lehet kapni a betegséget, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Hát én úgy gondolom egyébként, hogy olyan típusú betegséget, ahol az embernek kell figyelni, ott nagyobb az esély, hogy teljesen nem lehet kiküszöbölni, ahol az immunrendszer figyelhet, tehát például az oltásoknál. Az immunrendszer biztos, hogy észreveszi, és az illetőt beoltották, akkor például nem kapja meg a járványos gyermekbénulást. Ugye ilyen nélkül, mint a daganat, ahol nem lehet oltás, vagy legalábbis nem valószínű, ott az embernek kell figyelnie, és sajnos az emberek pedig hibázhatnak, és nagyobb az esély, hogy nem veszik időbe észre. Hát igen, vagy amiről beszéltünk, van egy ilyen önvédelmi mechanizmus, hogy azt mondja, hogy én biztos nem, vagy ha talál valamit, akkor egy ideig nem megy el, mert azt hiszi, hogy majd elmúlik, majd meggyógyul, az csak egy kis csomó, nem lesz abból baj, aztán mire eljut, addigra már igazából kiderült, hogy az elején jól meg lehetett volna fogni, csak mire odaér, addigra nem. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és jó munkát! Nagyon sokunk szíves. Érdekében sikeres munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, dr. Kulcsár Gyula biokémikussal beszélgettünk. Köszönjük szépen. Igen. Na jó, hát azt gondolom, hogy azért erről muszáj egy-két mondatot beszélni, nem? Ha egy ilyen fontos világnap van, akkor mindenképpen azért ez kell, ha három emberrel több megy el szűrése, már megérte. Kicsit mindenki jobban odafigyel magára. Főleg úgy, hogy nálunk azért nagyon agasztak az arányok, és találtam egy frissebb kimutatást. Jó. Gyakorlatilag kétszer annyian halnak meg Magyarországon rákos megbetegedésekből kifolyólag, mint mondjuk Finnországban, Japánban vagy Svájcban. Igen. Én nagyon hiszek abban, hogy ez egyébként lelki tényező, szóval, hogy persze maga a rákosét mindenkiben ott van, de én azt gondolom, hogy azért ennek elsősorban a lélekben kell keresni az okát. Tehát nyilván hozol egy családi traumát, amit nem dolgoztál föl, volt egy komoly válás, gyerekelvesztés, párkapcsolati problémák, tehát mindenkiben ott van, milyen érdekes, aztán kiben megvalósul és elszapódik, van, akiben pedig nem. Tehát ha ezekkel a lelki problémákkal megpróbálsz szembenézni, leszámolni, felszámolni, akkor azért az egyenes út a gyógyításhoz. Ha már csak a rákos sejteket próbálod elpusztítani, az nem biztos, hogy segít. Tehát lélekben kell elkezdeni meggyógyulni. Én ebben nagyon hiszek. És a magyarok milyenben rosszak vagyunk. Hát de nagyon-nagyon rosszak vagyunk, ja. Meg ugye nem dolgozzuk fel a problémákat, hozott sebeket tárolunk, nem beszéljük ki, ciki elmenni orvoshoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, nem is tudja az ember magának megengedni, viszed, és ez a fajta lelki halmaz, amit te cipelsz, mint egy hátizsák, ez előbb-utóbb elkezdi fizikai szinten is gyengíteni a szervezetet.
tehát ezekkel a problémákkal te szembenézel és leszámolsz, akkor nyilván azért meg tudsz erősödni fizikailag is. Tehát, hogy a rák mögött szerintem a legtöbb embernél egyébként egyfajta lelki traumát kell keresni, és ha az megoldódna, vagy föloldódna, vagy szembenézne velem, akkor sokkal jobb lenne a gyógyulás, és lenne meggyőződésem. Lehet, hogy egyébként ezért is van az, hogy elsősorban a hölgyek veszélyeztetettek Magyarországon, mert megdöbbentő egyébként a tény, hogy négyszer annyi nő huny el rákos megbetegedésekből kifolyólag, mint a világ többi részén, miközben férfiakból csak idézőjelben másfélszer annyi. Hát igen, nyilván ebben benne van a genetika, benne van a hajlam, benne van az, hogy mit hoztál apai anyai ágról, de a lelki tényező, ez egy nagyon fontos dolog. 8:30 múlt pontosan 7 perccel, ennyit komolykodtunk, ennyi kellett, hármas ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt 2 perccel, egy jó kis kistein, ha már ők voltak az óvember, nem? Egyszer meghallgathatjuk, annyira jó ez a dal, nem? Nagyon rendben van. Tarts ki, Jani, veled együtt nagyon szemben. Janit több sok érte az elmúlt percben. De ez egy jó dal, ezt te is szereted. Kis hangulatom. Ez egy tök hangulat, fölhangosítod a kocsit, készülsz a reggelre. A metában lenne, hogy ha ilyen lenne, akkor imádnád. Ez jó. Ez egy tipikus, ez a sírva vigadós, ilyen kicsit szomorú, kicsit vidám, fölhangosítod a rádiót, jobb kedved legsz, röhögsz kedved. Ez egy jó dal, tehát ez le lehet egyszer adni, nincs ezzel baj. Ugye szuperbólos kérdést ígértünk, megjöttek a relikviák, hát itt nyilván már mindenki körbeadta, megszimatolta, felvette, kire ráment, kire rászorult, hadd ne mondjam, hogy melyik kategóriába tartozom, a sapkát illetően ugye. Faragó Ricsi jó voltából, ugye a pénteki NFL-es beszélgetésünknek köszönhetően küldött Super Bowl relikviákat. És elküldött egy eredeti Super Bowl labdát, csak mondom, gyönyörű szép, tehát ilyet az ember ritkán fog európaiként azért egy ilyen labdát megfogni, már nagy élmény, hogy milyen furán gondolkoznak ők erről a futballról, hogy ovális a labdájuk, nem? Igen, teljesen kerek labdát nem tudom megcsinálni, tényleg. Tök nonsens, hogy ilyen a labdájuk, itt van, és van egy eredeti official hivatalos sapkánk, hogy sisakunk? Sisakunk, inkább helmet, sisak. Kösz, igen. Sapka? Egy eredeti NFL-es sapka. Mindenkinek. Egy csákó, egy sisak, egy sapka. És ezt szeretnénk odaadni azoknak, akik nézték vasárnap este a Super Bowlt, rajonganak érte, vagy van a családban olyan, aki fönnmaradt, és hajnali hatig szétizgulta magát, bár ez most nem volt nagyon izgulós, hogy olvasom, mert a Denver leverte a Broncost, vagy a Broncos leverte a Denver, vagy kivert, kit hát a Seattle Seahawks 43-8-ra megvert a Denver Broncost. Igen. A Manningel, ugye? Aki szegény élet egyik legnagyobb vereségét kapta. Na, és kedre ígértük a kérdést, mert hogy mi van? Mi van? Hát nem az életem. Elmondtam most a hülye kérdésed miatt, hogy mi a válasz a kérdésre, de nem baj. Nem baj. Én sem emlékszem rá, meg se tudnám mi? Ismételni. Ja, jó. Ne törődj vele, jól. Szóval nem hétfőre ígértük a kérdést, mert hogy hétfőn mindenki alszik, aki NFL döntött nézett kedre, és itt is van. Mi a kérdés? A kérdés pedig a következő. Milyen szögben dobod el a labdát, ha... Akkor viszont változtatok egy picit a kérdésen, mert nem akarom ugyanazt elmondani. Figyeljetek. Ezért vagy te az, aki? Na, oké. Mutasd már ezt a lasztit. Nyomja csak! Nyomja, de pörögjön. De egyenesen. Hányadik Super Bowl-on verte meg 43-8-ra a Seattle Seahawks a Denver Broncos-tát. Hányadik Super Bowl volt ez. Ez a mostani? Ez a következő, illetve az ezelőtt kettővel. A mostani. A mostani Super Bowl, hányadik Super Bowl volt? Jó. A fotókat a relikviákról föltesszük a Facebookra. Így mindenki nézze meg. Csak olyan játszon, aki tényleg örül neki, vagy olyannak tudja adni, aki örül neki. Jó? Így van. Hát egyébként nyilván, ha nem örülsz neki, nem is játszol. Vagy játszol azért, mert nem örülsz? Persze. Mert nem játszol azért, mert örülsz. Nagyon jó. Marha egyszerű egyébként a válasz. Nagyon-nagyon egyszerű. És annyira egyszerű, hogy ezt még én is tudom. Ez van rajta a labdán, ez a szám is. Ugye? Ez van rajta. Meg a sisakon. És a sisakon is. Sapkán. A csákon. Igen. Az a... Így van. A labdán nincs rajta. De fordítsa rajta egy kicsit. Nézd, van egy másik oldal. Nézd meg, azaz. Ő az, ez csak a... római számokkal. Nézd meg, XL-es sapka a kutyafáj. Vagyos, ez X-es, vagy L-es, vagy LV-s, vagy 3-as, vagy milyen sapka ez a kutyafáj. Ne nézd, alapra se kicsit. Az is XL-es. Na jó van. Szóval rajta van tényleg, jó? Jó. Hívjuk a nyertes majd 10 óra előtt, 9 óra után Kassa Tibi, 10 óra előtt hívjuk a nyertes, úgyhogy addig van idő SMS-eket küldözgetni. Na. Viszont kaptam egy nagyon helyes képet, és egy fogadást szeretnének valakinek ajánlani, aki benne van ebben a fogadásban. Jött egy összehasonlító kép, ugye most megy a Dal című műsor, és olvastam, hogy
milyenek lettek a nézettségek, valójában meg mit közölt a, igen. Az M1, de nem is ez a lényeg. De jók lettek, nagyon jók lettek egyébként önmagukhoz képest, nagyon jók lettek a nézettségek. Igen, és leírva a közleményben még jobbak egy kicsit. Igen egy picit. Igen. Láttátok azt a képet, amikor összehasonlítják Filip haját egy tésztamát? Nevezzük hajnak. nevezzük valamiféle fura fejkoronának. Számomra teljesen értelmezhetetlen. Egy ilyen csomag tésztával, és ez most kering az internet. Hát figyelj, szenzációs. Tehát egész egyszerűen szenzációs. De mi van a Filip fején valójában? Azt mondjátok meg nekem. Az nem lehet haj. Az nem az. Az nem az. Az nem az. Az lehet, hogy az a tészta. Mi csak, van rajta? Csak mondom, hogy én azt mondja, hogy személyesen 96 óta ismerem a Filipet, ahogy egyébként Balázs is, többé-kevésbé, plusz-minusz egy év. Gyönyörű évek voltak, mi? Egy bizony, és hát megmondom őszintén, hogy ő neki azóta ilyen. De lehet, hogy neki ezt egyszer Z pluszba belőtte egy fodrász, és azóta nem jut hozzá senki? Tehát az lehet, hogy egy olyan hajlakot kapott 97-ben, ami azóta nem. Tehát ilyen haj már a földön nincs. Éjjjj, imádom van. A Filip haját, de ilyen haj szerintem már tökömet nem létezik. Extra hard jelly. Mondta 96-ba. Igen, a töködet mi persze. Kapott egy voodoo átkot, tudod? Igen, és úgy maradt a haja. Amikor nézem, ritkábban, tavaly többet néztem ezt a műsort, mindig az az érzésem, hogy odaszaladnék, és így beleborzolnék a haját. De nem tudnál, hogy olyan keményre van fixálva. Hogy mit találnék ott? Megharapna valami? Nem. Vagy el van oda rejtve egy kis állatka? Vagy mi van ott a fejbőre alatt és a haja között? Mi lehet az? Mert az nem szerintem, egy hajszerkezet. Nem, szerintem az, én ugye voltam díszletépítő is egy időben, és mi dolgoztunk ilyen anyaggal, úgy hívják, hogy műgyanta. És szerintem minden reggel felken a fejére egy ilyen hullámot. Tehát ha Benita el akarom mindig korcsolyázni, és nincs szabad jégpálya, menjek a Filip fejére? Szerintem igen. Ez egy elég jó ötlet. Tehát ott megtanul a Beni korcsolyázni? Ő biztos, hogy nem fog rám menni a sisakra. Mert hogy nincs rá szüksége, hiszen egy meteorit is lepattan a kobakjáról. Mondjuk ez azért jó, mert a télen a Filip esetleg sportol, téli sportokat, akkor neki nem kell sapkát viselni. Nem, ő hanyat vágja magát abszolút. Tehát vagy fejre esik, megvédi a haj. Nem? Tehát ez a fajta keménység. Hát nem engedik égre, az betörni a jeget. Nincs olyan érzésetek, hogy beleborzolnátok? Hogy oda mennél és megfognál? Hát de nem mi lenne azután? Tehát hogy néz neki azután a Filip, ha megfognám, és így nagyon összeborzolnám? Milyen állapotok lennének utána ott? Figyelj, ha őt valaki esetleg, nagy Isten, nem kívánjuk neki, hiszen jó ember, valaki ki akarná ittatni valamilyen okból kifolyólag, érted? Tehát egy gepárdal is lőhetnének rá, teljesen mindegy, mert lepattanna róla. Tehát Filipet a tek is véhetné, úgyhogy előre tolják, és ő mindig csak így fejét, van. Mint a madárvédő golyókapkodó, és a hajával elkapja a golyókat. Elképesztő. Hol a kos, hol a kos? Nincsen, nem tudunk beütni az ajtón. Itt van Filip. Egy és kettő, egy és... De kemény. Ki van most ott, akit mi ismerünk? Akit meg tudunk bízni azzal valamilyen nyereményért, vacsoráért, kisebb készpénzösszegért, fogadásért, jutalomért, bármiért, hogy menjen oda élő adásba, és borzolja össze hát a haját. Hát nézd, Jenő ott ül mellette. Azt akarom, tényleg, hogy valaki borzolja össze, hogy nézzük meg, hogy kirepül-e onnan egy seregélyi had, vannak-e oda bekövesedett gólya, onnan csemeték. Seregélyek nem tudnának kijutni, csak harkályok. Laknak-e ott sisakos kazuárok, vagy harkályok, tehát mi van? Mi van neki a hajában? Mi van lent? Mi van ott lent? A mélyben? Én abban biztos vagyok, hogy ha van alatta valami, és ki akar jutni, akkor lefele indul. És a végbére keresztül távozik. Fölfelé nem jut ki. Tehát bármi van a Filipben, az csak lefele jut ki. Én biztos vagyok benne, hogy esténként, amikor hazér Filip, és letolja az alsogatyáját az uhanyzóba, akkor így... Érted, így kirajzanak belőle. Mindig kincs a kis ablakot a retyón, és kirepülnek a kis újonnan kikelt kis kazuár fiókák. Igen. Ez lehet. Illetve denevérek és néhány gekkó. Igen. Figyelj, nekünk két emberünk van. Ott van a Jenő, szolidaritásból azt gondolom nem fogja megcsinálni. Igen, zsűritásként. Tehát zsűritásként most, hogy beleborzolni, ki tudja meg, azért ez egy 8 napon túli sérülés, és mind a Filipnek, mind a Jenőnek ott valaki beleborzol hajába. Meg ott van a Laci is. Ugye? Tényleg. A szerkesztőnk, Laci. Mi Lacink, őt valami főmufti. Ráadásul Laci is ismeri. Filip. Még régről. Nem is gyanakodna rá. Nem, hát. Tehát Laci élő adásba besettenkedik Filip mögé, és beleborzol a hajába. Hát vagy a másik próba egy 8-as acélcsővel. Próbál ráverni a fejére. Ha behajlik Filip fejformára, akkor... Lesz az acélcsőnek Filip fejformája. Ti láttátok azt a képet, amikor tényleg egy tésztával hasonlítják össze a haját? Hát én azt imádom. Hát egy az egybe. Igen. Akkor tájtem tudom, hogy 96 környékén volt-e már, divat? De simán el tudom képzelni egyébként, hogy hát ugye ez egy bevett szokás, hogy
hogy ha valaki nem verbálisan mondjuk nem annyira felspécizett, akkor visz magával egy fotót a fodrászhoz, hogy ilyet szeretnék. És lehet, hogy Filip annak idején vitt magával egy csomag szekket. Ilyet szeretnék, de pont ilyen legyen. De vagy csak voltál egy gyors tiszt, amit meg akart tenni, tudod, ránézett a fodrász, nem volt ihlete, és megcsinálta a hajat. Na minden gyerekek, ha azt egyszer valaki megcsinálja egy komolyabb, az nem nagyobb készpénzösszeget kifizetek. Nagyon elfoglalt, és a fején hordja az ebédjét. És akkor arra gondolsz, hogy mindig, amikor ebédet főz, belehajtja a fejét. Igen, forró vízbe 5 percre. Tesz hozzá egy kis vegetát, egy kis sót, és az finoman lassú kortyokkal megissza. Imádom, milyen ez, korpás? Na jó, de ilyen egyébként tényleg nincs. Na mindegy. Jól van, jönnek a megoldások egyébként. Hogy hányadik Super Bowl is volt, szépek a relikviák, úgyhogy tessék nekünk kérni, mi pedig hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Miért nem kérjük meg egyenesen a Filipet, hogy fésülje ki a következő adásra? Lehet, hogy 4 méter hosszú haja van. Lehet, hogy azért nem hosszú, mert egyébként segígérő haja van? Tehát csak annyit begöndöríti? Mi van? Kérjük meg, hogy fésülje ki. Figyelj, dobjon neki valami tupérbe, valami mellé, valamit csináljon. Vessetek meg, érte, volt egy kis szabadidő, már kész volt a gyerek házi feladata, és én elkezdtem rajta gondolkodni, hogy vajon miért lehet az ő haja ilyen. És én rájöttem, hogy neki ez a nagyon durva rugóhaja van. Igen, de Jackson 5-val lenne? Igen, de te tudod, nem is az a fajta egyébként, ami ilyen nagy búra, hanem ez a rugóhaj. És tudom, amivel nem lehet semmit tudom kezdeni. Balázs Pali. Így van. Röviden. Soltész Rezső. Az. És egyszerűen szerintem nem tud vele semmit kezdeni. Valószínűleg beletört már számtalan nyeles fésű. Hajfasaló rásű. Köszörük és stb. Így van, sikító. De figyelj, akármi. De ezt a hajat nem lehet színházba eladni parókkalnak? Hát szerintem a Vígszi házba ezt felvásárolnák, nem? Hát az eszenyék egy nagyobb összeget, ezért adnának készpénzzel neki. Hát régen a grófoknak, meg a, ugye, hát az ilyen előkelőségeknek volt éhajuk. A Versailles kastélyokban. Hát többé-kevésbé. Már a paróka alatt. Ja, a paróka alatt, úgy, hogy. De nem tudom egyébként, hogy miben lőheti be. Valószínűleg ilyen alien nyállal minden reggel. Itt van velünk Erika. Hello, Erika, jó reggel. Hello, sziasztok. Erika, merre vagy? A Zuglói vasútállomáson, és elment miattatok a segítségem. Na, ki volt a segítség? Hát egy bácsi, nem tudom ki. Hát de miért nem tartottad ott, gáncsoltad el? Nem megy sehova. Így van, mert ő volt a mőzdonyvezető. Igen. Hát elment, mert olyan sokáig beszéltetek a Filip hajáról. Te se tudod értelmezni? Nem. Ugye, hogy nem? Tehát az valami nagyon fura képződmény. Igen. Olyaskit nőt kell egyébként találnunk, akire nem gyanakszik, mert a Laci tudja, hogy a mi szerkesztőnk. De mi van Obersovszki Péter? Küldjük oda Obersovszki. Erika, te mit csinálsz azon a vasútállomáson? Én várom a vonatot, de most el fog menni, mert nem fogok rá felszállni. Ne, tehát... hát miért, de már a vonaton is van térerő, sőt, már hogyha a mávnál már wifi is van, hát most már fejlődik. Van minden, és nagyon klasszik a vonatok. Hát akkor lehet, hogy van még segítséget is találsz persze az utastársak között. Szállj föl! Némi kalandvágyból pattadj föl a vonatra. De ez nekem pont nem jó. Ellenkező irányba megy. Ezért de akkor is szállj föl! Ezért nem utazik el azzal a vonattal, hisz nem arra megy. Arra megy, csak nekem nem jó, mert erre kellene külön jegy. Én Pesten lakom amúgy, és ezek ilyen gyors, meg sebes vonatok, és ezekre nem tudok felszállni. De honnan tudod, hogy jó a vonat? Nincs előkírva, vagy bemondják? Nagyon régen utaztam vonatot, bemondják, ugye, hogy hova megy. Minden, bemondanak, minden. És mi ott állsz ott a vasútállomáson? Neked mikorra kellett volna ott lenni a vonatnak? Nem kell itt lenni, mert én már végeztem egy munkámmal, és akkor most épp hazafelé tartok. Aha. De pontos a vonat, vagy késik? Pontos, nagyon pontosak a vonatok. Nagyon tiszták, nagyon jól néznek ők. Mi vagy, te egy máv szóvivő, vagy te mávos vagy? Nem. Sőt, BKV bérlettel utazom rajta, úgyhogy egyáltalán nincs semmi közösség. Persze, hát sokan megtehetik, amíg el nem kapják őket. Nem, ez teljesen hivatalos. Tudod, elővárosi közlekedés. Közigazgatási határon belül lehet használni. Itt vagyok, nem beszélt tőletek, éppen beszéltük az Annával, hogy lehet, hogy besétálok hozzá. Na, hát de gyere! Hát már különösen kipihentek vagyunk, úgyhogy nagyon örülnénk neked. Rendben. Figyelj, Erika, milyenek a kérdések, Jani? Fogalmam nincsen, mert most átküldtem már hétvégén. Könnyű. Hús neked, Feri. A harmadik az jó. Erika, most akkor nincs segítséged? Mindenki elment onnan mellőled? Hát még itt van egy hölgy, meg most leszálltak egy páran a vonatról, hogyha nagyon nagy segítségre lesz szükségem, azért találok. Ott áldogál a hölgy? Igen, menj meg itt hozzá. Van a Pészáros bácsi, itt van a Pészáros néni vagy bácsi, nagyon majd megkeresem. Menj oda a hölgyhöz, és mondd meg, hogy a Morning Show-ban vagy, és maradjanak ott melletted, és segítsenek neked, jó? Rendben, de már egy bácsit megkértem, de már elment. Ha megijed.
Igen, nem, jött a vonata. Ja, nyomósér. Jó. Akkor... Kivette a füléből a fülhallgatót, úgyhogy azt mondta, hogy tud segíteni. Jó. A kettes kérdésnél kérde segítséget. Melyiknél? A kettesnél. Rendben. Mit hallgatott, zenét, vagy mit hallgatott? Kérdezd meg tőle, csak kíváncsi. Mit hallgattál, azt kérdezik, a Balázsék vannak a vonalban. Zenét hallgattál, azt kérdezik. Igen, zenét hallgatott. Kérdezek tőle, hogy mi a Stájsz haver srác? Főleg, hogy lány. Haver csaj. Ő most a pénztárban ül, vagy ő is egy utas? Nem, ő egy utas, de elméletileg oda tudnék menni a pénztárosod is, de... Aha. Figyelj, mi itt a hallgatóinkkal úgy vagyunk, mint egy nagy család, aki velünk játszik, a családunkkal játszik. De azt halljuk, hogy van menet kalandvágy bőven. Mindenkit megszólít. Azt mehetünk? Persze. Na figyelj. Így szól az első kérdés, dedikált Egér alátétel. Melyik városról kapta a nevét a virslivel készített kelkáposzta leves? Ez a kisfiam kedvenc leves, ez a frankfurti leves. Frankfurti leves. Hú, nagyon fincs egyébként. Így van. De jó szója, virslis frankfurt. Ah, de jó is ez. Köményes, kelkáposztás. Kettőtök külön-külön is hányok. Melyik legyen, mi legyen a... Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, dedikált... Amink van ért. Amink van ért. Így van. Rendben. Melyik a legsikeresebb magyar csapatsport az olimpiák történetében? A kajakkenu. Az nem csapatsport. Igen. Na én mondtam. Egyrészt másrészt meg a vízilabda. Jaj, tényleg. Bizony. Tényleg. 9 olimpiai aranyjal. Messze a legsikeresebb. De a kajakkenu is. Há jó, csak nem csapatsport. Sikeres, csak az nem csapatsport. Nem olyan négyen ülnek egy hajóba, a kajakezeres négyes. Jó, de nem klasszikus csapatsportról beszélünk. Hát akkor ezt elbuktam sajnos. Vizélem. Pedig meg se kérdeztem a segítségemet. Látod? Aha. Elkapkodtad egy kicsit. Igen. Hát így jártam. Ah, Erika, sajnálom, pedig megérdemelted volna. Pedig még a vonatom sem ment el. A sanágya meg. Na mindegy, így jártam. Sajnálom nagyon, de lehet, hogy besétálok hozzátok, és majd elkerem az ajándékomat, az Egér alátétet. Hát csak nincs meg az se, ugye? Az, az a baj, hogy igen, tudod, ha másodikat bukod, tudom, akkor az... Tudom. Igen. Hát csak gondoltam, hogy hát ha mérben megyek, akkor kapok egyet, de hát akkor nem tudom. Érzem a lelki nyomást, igen. De nem. Hát nagyon szépen köszönöm. Köszi, Erika, a játékot, csáó. Köszönöm, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jól van, sokan tudják a Superbowl, 10 előtt hívjuk majd a nyertes. Jó, 9 óra, mint 3 perccel Kassett TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 múlt pontosan 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk, Feri is itt van, Jani is itt van, én is itt vagyok, mindenki itt van. Na, meg vagyunk, teljesen létszám. Jófej bácsik, most kezdtek egy kamerabeállítást az M3-ason Budapest felé, a 75-ös, 74-es kilométernél, ami egy pihenő, vagyis ott gondolom trafizni készülnek. És szintén trafiznak a Béke úton, Újpesten az Újpest központ felé eső Selkútnál egy fehér Renault-ból. Újpestre tartó autósok legyenek résen. Ez zékülte nekünk, Budakeszi út a város felé csak vánszorú, üzente kapitány. 10-es úton az Örömély elágazás után Pest felé 4-es koccanás van, ez lehet a dugó oka, ez Tomó küldte nekünk. Őrs és Pillangó között baleset, 3 autó egymásba ment, folyik a benzin a Kerepesire, nyílt láng használata nem ajánlatos, valamint baleset történt ebben a pillanatban a Nagy Lajos király útja és az Erzsébet királyné útja kereszteződésében, a villamos forgalom 0, ezt is kaptuk SMS-ben. Így van, és Rákai Filip haja még mindig tart. Na, ugye jönnek még a jó megoldások a szuperbólós kérdésünkre. Egyre kisebb az esélye, hogy valaki nyerjem, de persze valaki fog, csak annyian írnak, hogy sokszorozódik az esélytelensége egy-egy embernek. Ja, azt hittem azért, mert egyre jobban tetszik neked a sisa. Nagyon dögös gyerek. Az baj, nem megy rám, tehát nyilván az volt az első mozdulat, hogy fölpróbáltam, Feri mögém állt, megpróbálta ráütni a fejemre, ez azt jelenti, hogy a felénél valahol rászorult, de hogy effektíve lehetett. A szemedet védi az a rács, aminek az állkapcsolat kell védeni. Igen, viccesen néztem ki, de hogy, tehát, hogy életemben nem fogtam elsőre egy olyan sisakot, ami jó lett volna, csak ha tudok nagyobbat kérni, akkor persze ez sem ment föl. Nem ment föl. Beállnál a Bronkhoz, és akkor mondanak, hogy állj, nem mondjátok meg, ő az új fiú. Adjatok neki nagyobb sapkát, vagy sisakot, vagy mi ez. Na jó van, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Ündői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere. Ragazzi Feri.
és a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakasza Tibi, kakasza Tibi! De ezt már szerintem csak mi jelvezünk, de mi nagyon. Hello, Tibi! Nagyon meg van színezve, szavaszok. Nagyon, annyira felhájpolunk, feldiszkózunk, hogy az valami döbbenet. Igen, és utána jön, utána pukkat ki. Igen, utána hamar kipukkat, de utána pukkat ki a lufi, az indítás jó. Figyelj, hány éve dolgoztok ti együtt? Hány éve nyomatjátok együtt az ipart? Hát már itt, attól függ, hogy hol? Négy, egyáltalán. Egyáltalán? Hát milyen Janival 97 óta? Jézusom, lassan 20 éve. Iszonyatosan. Egy 18-aska már lassan. Hát 17, az 18, igen. Igen. Hát ugye igen. Nagyon durva. Hát 2014. Amikor ti megismerkedtetek, akkor született a barátnőm. De akkor, igen. Akkor felsírt a barátnőd a János kórházban, mert az mi akkor dolgoztunk együtt. Mi látunk róla a képet az újságban. Ti mi láttatok, szép... amikor óvodában viszik. Milyen szép csecsemő. Aztán elkezdtük vágni a centit, de lecsaptál rá. Igen, és közben is megnősült. Feri, te mióta 4 éve vagyunk itt, és előtte megnyomtunk ugye más. Hát majdnem 6. 6. És már 6 éve reggelezünk. 6. Aha. Gyerek. Azóta nem aludtál egy jót. Azóta nem tudtam magam kialudni. De ez jó, hogy a műsornak áll is. 6 éve, igen. Mert azt mondják egyébként, hogy aki baromi sok időt tölt együtt, ugye ez elkezd előbb-utóbb hasonlítani egymásra. Ezt nyilván ti is tapasztaljátok. Bár kezdegettek átvenni egymást a dolgokat? Tehát, hogy észreveszed mondjuk Balázs, hogy picit kezdesz eljanisodni, krémezgeten a kezdeti esurára. Annyira távol vagyunk egymástól mindenben, hogy bennünk nincs kereszteződés, csak ez a 4 óra. De ez pont ezért jó. Mielőtt tovább menni, ha valakinek van személyisége, akkor ez nem játszik be. Arról a téletben. Ezért hasonlítunk egy picit mind a hármotokra. Mutatom nektek, ugyanis valóban kezdtek hasonlítani egymásra, itt is a fotó, ahol bebizonyítom nektek, hogy mindenkiben van egy pici a másikból. Utána körbeadom. Ez egy program? Ez egy program, ami arcot cserél, de csináltunk most előbb egy csoportképet, és arra arcot cseréltem rajtok. Ott például a kis Vadon Tibike, ugye? Ott áll. De hát azt gondolom, hogy a Balázs és a Jani szerepcseréje az egész egyszerűen brilliás. Ezt elrakjuk a Morning Show kultúra. Én lettem a Balázs. Igen, te vagy én. Én meg a Feri lettem, a és Balázs a Jani. Én nem tudom, ki vagyok. Én sem. Te a Jani vagy, nem. Én te a Jani vagy. Nem látod? Igen, a Jani meg a Tibi. Jani meg a Tibi. Szóval azért, hogy szerintem baromira hasonlítok egyébként egymásra, de... Én úgy nézek ki így, mint egy neandervölgyi. Jó, te neked ez is jól áll. Igen. És nem is nagyon nyúltunk bele a képbe. Óriás homlok. A kis Vadon Tibike. Jó, aki nincs Facebookon, annak fölteszük a Morning Show-ra és meg a Facebookra is, hogy lássátok, Jézusom. Mert ez akkor élvezhető. Igazán nézzétek meg, és akkor ott látni fogjátok. Ez egy maga egy letölthető applikáció? Abszolút, ami arcon cserél, tehát beraksz 3-as, 4-es csoportképet, benyomodsz, megnyomsz egy gomb, meg nem is kell áthúzni. Ja, nyomsz egy gombot, és így teljesen véletlenszerűen csereberíli az arcukat, elájulsz rajta. Fél sírsz, fél csináltam, hogy arcot cseréltem a barátnőmmel, figyelj, és az igazság, hogy fél olyan csaj vagyok. Sírsz, olyan melleim van. Ezt letöltöm, mi az app neve? Valami FaceWeb. Facebook? Jó, megnézem. Figyelj, Feri, Balázs egyébként. Egyezetben. Hát, igen, igen. De miért, figyelj, te szerint azt gondolom, hogy Balázs olyan Vadon Jani egyébként. Az a, igen, abban van valami. Viszont én, illetve az, ami lett belőlem, azt a srácot én ráadásul ismerem, csak nem jut az eszembe a neve. Én őt ismerem. Ez én vagyok. Hát nem, ez te meg én vagyunk együtt, de mi ketten kiteszünk egy harmadik, az egy létező személy. Az a rap my face, az az? Meg, de ismerem azt a srácot. Na jó. De semmi, egyébként nincsen bennetek semmi, tehát hogy egy valami tulajdonság egymástól átnyaltatok, nem mondjátok már, olyan kamaszok vagytok. De azért ilyen biztos van, tehát abszolút. De nem azért, tehát hogy szépen lassan az évek során nem kezdtetek el így kicsit, tehát te nem nyomadsz ilyen Vadon poénokat, Jani nem vesz föl nagy címleteket, nem isztok együtt töményet. Tehát, hogy Balázs egy kicsit... néha zokniból alszik mostanában. Igen, van egy aláöltözetem, egy harisnyám, amikor szolidaritok Janival, tudom, hogy ön most nagyon fázik a BKV-n, akkor én is aláöltözöm a kocsiba. De hogy nem abalszok. Hát persze, miben alszok? Miért alszok zokniban? Biztos, hogy nem alszik a lába. Hát mert hideg van a lakásban. Biztos, hogy nem alszik zokniban. De miért nincs náluk fűtés, mert nagyon hideg. Mit? Mi nem fűtötek? Fűtünk, de túl távol van tőlem a konvektor. Hát miért nem takarózol be? Mert... És van kis éjjeli zoknin. Aha, nem hiszem el. És ez egy fűtés után fűzod. Az a külön ujjas? Nem, az a lábtyű. És van ilyen csúszásgátló az alján?
Ilyen csúszásgátló van az alján? Ha pisilni kell kimenni este, akkor ne ugye les. Igen, a pisába. De jó sem. Mert hogy is, hogy ez nem mindig menni brúnyában. Már látod, de azért 20 év ide vagy oda, azért ezt nem tudtam rólad, hogy zokniban alsz. Azt tudom, hogy stoppolod a zoknyaidet, de hogy zokniban alszol. De egyébként izére huncutkodásnál leveted, vagy akkor már, hogyha addig... De, huncutkodásnál, mivel ezek nylon zokni, koton helyett is jók a farkamra. Te hülye. És kis alsógatja úgy zokni, vagy pizsomai zokni? Pizsomai zokni. Pizsomával szól. De nem ilyen igazi pizsoma már, nem ez a klasszikus. Bárányos. Ilyen gombolós, ilyen csíkos, galléros. Kezes hanem, lóló és hanem egy ilyen aláöltözett jellegű. Mint a Robin Hoodban az ilyen izé, ilyen kis jéger alsóban szól. Ilyen nem jéger, hát nem ilyen jellegű, hát modernebb már a dolog. És nem akar megállni. Nem 78-ba vettem, hanem 82. De miért nem fűtötök, hogy miért nem használsz paplant? A zokni az rohadt jó szerintem, hogy zokniból alszik. Mekkora a csajoknak rosszabb a keringése, jó, vagy aki vashiányos, vagy alacsony a vérnyomás, az alszik zokniban. Ezért a pasik ritkán alszik a zokniban. Nekem a lábam. De nem az lehet egyébként, hogy úgyis a kádban most a kés magán szárítja, nem? Nekem van egy ilyen, sajnos ez egy ilyen családi vonás, hogy mi hajlamosok vagyunk az ilyen visszerességre, és nem olyan jó a keringés a lábunkban. Az érszükület egy idő után, ez nem jó. És azért egy picit idegebb a lábam, és akkor ezért zokniban alszom. A konvektor meg az a baj, hogy ott van a gyerek mellett, és hogyha feltekerem a konvektort, akkor a gyerek alszik pucéra, én meg normálisan. Tehát, hogy ez a baj. Vannak, most láttam ilyen bedugható, ilyen fűthető lepedő. Tehát ilyen ágy húzat, belakod a 220-ba, és az egész ágyat forró lesz. Tudom már, ha téged húznak, mit veszek a lecsőnök. Az baj, hogy inkontinens vagyok, és megrázna az áram. De nem a szerepcserék, vagy Jani zokniban alvása az, ami ma igazából böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tényleg úgy néz ki a felimt egy Neanderből, hogy ugye, így a pázsak kevésbe. Kicsit elcsúszott. Nektek az a baj. Ti közös gyereket semmiképpen ne vállaljatok, mert nem. Már túl vagyunk rajta. Vagy a Feri Balázs. Hogyha véletlen ott tartana az orvostudomány, hogy tudnának közösen gyereket vállalni, semmiképpen. Nem lenne szép, arra gondolsz? Nem lenne szép? Talán én nekem a Janival... anyát, aki kihordja, és akkor de előtte ők csinálnak egy turmixot. Nem. Na, miből ki a csőrödet, Tibi, menjünk tovább, mert aki nem látja, hogy annak ez nem annyira kevésbé érdekes. Figyeljetek, van egy olyan problémám, amiben a segítségeteket kérem, hogy hogyan tudok ezen túllépni. A napokban jöttem rá, hogy ráz a csajom. Csinál? Ráz. Érted? Ki ráz? Nem, elmondom, mi van. Tehát azon kaptam magam, hogy vettem, igen, nem, hogy vettem neki egy nagyon szép kabátot, ami nagyon csinos, nagyon meleg, minden szuper jó, és gyakorlatilag azóta akárhol megyünk, gyakorlatilag olyanokat ráz, úgy megvág, hogy konkrétan ez a földről kell fölkelni. Leveszi a kabátot akkor. Így van. De velem csak sétálunk egymás mellett, és konkrétan olyanokat sülök ki egy ilyen ruha, egy ilyen fém, ilyen ruha fogason, mondjuk egy boltba, vagy bármi, hogy figyelj, konkrétan megszédülök, és nem le kell, hogy üljek. Marha egyszerű, az egész pár száz forint, simagas gumikesztyűbe. Nem, de hogy mi a megoldás? Tehát, hogy egy láncot alulra fölvesz a kabátra, földeljem a páromat. Húzza maga után a földön, az jó? Az jó, nem? Lánc? Egy lánc, egy vékony kis lánc, azt rácsavarozod a kabátra alulra, belülre a sejembélésre, mert az ráz, és akkor és az húzza maga mögött. Ennyi. Az rohadt divatos, nem? És az lehet, hogy a végére teszek egy kis lakatot, és amikor éppen mondjuk olyan dolgom van, akkor oda is tudom lakatolni, mondjuk a fűtéscsőhöz. Csak nem tud elmenni. De vágott már bennetek, mert meg iszonyatos módon, tehát van olyan így, amikor nagyon megvág valaki, ez megvan az érzés? Meg, hogyne, persze, meg. Abszolút. Hát ha egy linoleum padlom vagy műanyagom, vagy mi az, ami így ugye tölt, és akkor kicsit az ott úgy ráz, igen, az elég kellemetlen. De jó, akkor van ez egyszer, tehát megpróbálom földelni a barátnőmet, ugye, akkor ez volt az egyik ötlet. Akkor lehet azon gondolkodtam, hogy ha adok a kezébe egy ilyen kis izzót, akkor szerinted egész nap tud vele világítani, hogy az... Végül is az egy jó kis mutatvány lenne. Vagy az... akkor így lehetne ő a női dynamo. a trükk Pesten, igen. Hát majd tedd a szájába az izót. Ja, de akkor nem tudja kivenni. Így van. Ugye az úgy, hogy bevenni be tudod, de kivenni nem tudod. Csak a végét, a foglalatot kell bevenni. Csak a foglalatot. Mert szopogatja a végét, a fém végét, és kifele világít. Igen. Tehát nem kell zseblámpa nyarodni. Tehát, hogyha elmegyünk ebbe a kabátba, megyünk kirándulni, akkor gyakorlatilag este ugye, mint egy fényszóró. Milyen izgalmasan sokat megtudtunk most a barátok szájára. Igen, ez így, hogy ráz. Igen. Jó.
De hogy, hát, hogy... Erre nem is tudom, hogy takarodjál hát, onnan. Ez... Ne, mit? Ne, hát, nem, ha lenne mínusz veszed... egy, hogy ez böki a csőrbe. Miért? Ez, hogy rá, figyelj. Finom a haldoklik a rovat, nem tudom, érzi, ne, hogy már rá a barátnőm, ez böki a csőrbe. Ez, ez már tulajdonképpen effektív a rovat elmúlása. Nem hallgat. Az, hogy ilyenkor egyébként ez az indokkal visszamértem a kabátot, hogy rász benne a barátnő. Ja, értem. Na, az már egy izgalmas kutatás, nem? De miért egyes? Figyelj, egész nap csapkod, mint hogyha Zeus érted valami villámokkal, tehát azt miért nem vihetem vissza? Én nem tudod visszavinni. Na, gyerekek. Hát erre csak egyet tudok mondani. Egyéb batyút. Egyéb batyút. Tulajdonképpen szerintem ez a megoldás. Illetve ha D-vitamint innátok mellé, még nagy mennyiségben, az is jobb tett. Na, meghozom az időre. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Majd kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. De miért? Miért nem az újságok hoztad be? Azt akarunk szerezni belőle. Hát, és talán majd behozzuk a konkrétan, hogy van egy másik mert az valóban érdekes. Miért? Azt nézem, hát te annyira hülye vagy. Hát érted, az, hogy gyakran nem tudsz hozzáérni a barátnőt, ez már agyon vág érted. De akkor ne érjen a kezedéri hozzá, hanem a melbimbóddal, és még élvezni is fogod. Ó, de jó, vagy magad. Ó, mégis. Csapasd meg magad, igen. Nevedd le a kabátot. Jó, mit hoztál témának? Na, az, amik helyre tudod ezt tenni. Nem. Mi a témát? Kipróbáltam nektek valamit. Hogyha rám néztek, most mit érzékeltek így? Most így hirtelen, csak próbáljátok meg, hogy... Hogy mit kéne kipróbálnod? Nem, te szemét látom. Igen. Nem, hogy mit látok rajtam? Látjátok-e, hogy azt a kiegyensúlyozottságot, hogy a természettel hát egyébáltam? Hát lehet, hogyha rád nézik, és arra gondolok, hogy ilyen lett, akkor nagy volt a baj. Milyen volt az előtte kép? Jó, most vagy az utána kép, vagy most hogy van? Igen. Segítek egy picit. Nyilván tudjátok, hogy nekem az, hogy egyensúlyban legyek a természettel, az egészséges életmódon, hogy fényé váljak, a meditáció, ezek a dolgok, ezek az én életemben baromi fontos. Igen, ezt ismerlek, tudom, hogy sokat meditálsz, tantrázol, különböző meditációs technikákat is, ezt tudom. Erről sokat szoktunk beszélgetni. Ezt hagyd meg a meglepetésnek. Ezért elmentem és kipróbáltam a kedvetekért, leteszteltem egy baromi divatos dolgot, ami nem más, mint a Bikram jóga. Mit tudtok a Bikram jógáról? Ez nem az, amikor egy bizonyos hőfokon jógáznak? Ez nem az a Bikram, amikor egy bizonyos hőfokra melegítik a termet, és akkor ott bizonyos melegben te jógázol. Nem ez a Bikram? Hát a bizonyos az ugye az egy elég szelíd megfogalmazás, belerohadsz a terembe. Igen, tehát, ez az 50-60 fokos terembe jógázol, így nem? Így van. Az nagyon kemény. Na, én elmentem, ezt kipróbáltam a kedvetekért, ott arcoskodtam, mondtam a páromnak, hogy jöjjön be ő is velem, már volt egyszer, mondta, hogy higgyem el, hogy majd meg fogom érteni, ha kijöttem, hogy miért nem akar bejönni. Igen. Na, az elég, hogy bemész egy terembe, ugye előtte mondják, hogy meg kell inni 2 liter folyadékot, csak mondom, hogy nektek ez miért nem lenne jó. Meg kell inni előtte 2 liter vizet, Feri, a te kedved, én mondom, nem lehet kiváltani rozéval. Rozé fröccsel, pedig bemennék bikramozni. Meg kell inni előtte 2 liter vizet, és nem lehet előtte enni. Na most én ezt úgy betartottam, hogy előtte az úgy voltam, hogy az éhen csak nem jogázok. Kutyafát éj gyomorra ki akar bikramozni. Üres gyomorra nem bikramozunk, be is vertem egy ilyen sajtos sonkás croissant, figyelj, voltam olyan rosszul, aztán beledöglök. És mondták, hogy meg kell inni 2 liter vizet, mondtam, hogy 2 liter vizet semmiképpen, de 2 decikórát leküldtem azért, hogy mégis csak folyadék legyen. Ez abszolút a jogára való felkészülés. Ugye? Igen. A sonkás sajtos croissant beküldve, meg egy 2 decikóra. Maximális, igen. Ekkor én készen álltam a Bikram jogára. Azt mondják egyébként, hogy annyira kemény a sztori, annyira nagy a hőség, hogy 15 perc után ki akarsz jönni, tehát hogy menekülni a 15 perc után át. Most azt mondják, most akkor voltál, vagy nem voltál? Nem, csak így már, hogy voltam, így el tudom mondani, hogy ez nem igaz, mert 7 perc után akarsz. Ja. 7 perc után jönnék ki, nagyon kemény, olyan rosszul lét volt rajtam, hogy tehát a pánikrohama az képest, ugye kutyafüles. Mi lesz a vége? Elkezdte izzadni, szétfolyt a teremben, a barátnőt pedig megrázott mindenki. A barátnő belelépett, és mindenki megdöglött. Kitettek egy táblát, hogy a teremben csőtörés van, tudod? Feltört a víz. Igen. Nyugi, nem csak én izzadok. Hoztak halászokat a Balatonról, és lehaláztak. A másik, hogy mondanak, hogy itt rengeteg jó nő van Bikram jogán, látok, ezért ennek a palit, mert rengeteg jó nő van Bikram jogán. Például, de igazából ezt nem fogod látni, ezt sem tudom igazolni, mert hogy közben a szemed is izzad. Tehát, hogy volt valami ászon, amit meg tudtál csinálni? Tehát volt olyan testpozíció, amit föl tudtál venni? Hát volt egyszer egy hátonfekvés. Ami úgy ment, mint a legnagyobbaknak. Na mindegy, bementem, ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. 30 ilyen hő
befúvó, az, ami otthon is van, ami neked is kéne a lábadhoz. Igen, hősugárzónak. Hősugárzónak, de nem, mert ez ilyen befúvó, tök mindegy. Az tolja be a meleget, és hát akkor... Hát, jó meleg legyen. Hogy jó meleg legyen. Na, bementem egy jéghideg üveg vízre, mindenkinél van 2 liter víz. Én rögtön benyitottam, tudod, bepakoltam, szevasztok, cső, megjöttem, tudod, TV rádió, hellóka. Erről kimentek. Igen, köztévi, akkor mi a másik teremben leszünk. Tökéletén. Letettem a vizemet, mert ugye 20 perc után... Szia, TV, ez a terhes jóga. Egy teremmel arriban a Bikram, tudod. Belégsz és kilégsz, belégsz. Jó, letettem a vizemet, mondták egy 20 perc után, hogy akkor most lehet egy kicsit frissíteni, mindenki igyon akkor bele a jó kis hideg vizébe. Fölveszem, beleiszok, tűzforró, rohadt forró víz. Na, mi a túlról, tudod? Lányos zavaromban leraktam a hősugárzó elég konkrétan, és onnantól tudtam, hogy van 90 percem, meg van egy flakon forró vizem. Tehát, hogy igazán komfortos lesz az edzés. Akkor próbáltam csalni, próbáltam a hősugárzót elrugdosni magamról, és itt finoman, amikor senki nem figyelt, így elálligattam magamról a hősugázót, a mellettem álló elkezdett integetni, menj már az anyádba, tudod, mert hogy ő rá most a kettő. Meg ráadásul ezért fizet. És hát voltak, tehát ugye gyakorlatilag ezek mentek folyamatosan, és voltak azok a teljesen testidegen pózok, amiket közben meg kell csinálni, miközben tényleg az életedért küzdesz, és közben egyfolytában mondják, hogy most éppen melyik mirigyednek teszel rohadt jót, érted, de közben készülsz beledögleni. Hát voltak ezek a, tudod, a lábad a földön, ahhoz nyújtva vannak, nyújtva a térdek, nem tudom, minden, és közben tenyerelj a földre. Parancsolsz? Most ez megvan? Tehát, hogy Feri, te megpróbál egy letenyerelni, teli tenyérrel a földre, akkor azt mondom, hogy... megcsinálom. Bármikor. És akkor ez minden gyakorlat után volt, hogy Tibi, neked máshogy is lehet szített volna. Egyébként igen. Én is fejlő voltam jogától, de ez a Balázs, jó, neked ez lehet így is. Jó, te hajlíts be a térdet nyugodtan. De jön a mondat, tudod, mert nem tudod megcsinálni. De az igazán kellemetlen az, hogy te hátul állsz, tehát hátul semmit nem tudsz megcsinálni, de elől közben olyanok vannak, aki látod, hogy az egyik gyakorlatot például konkrétan úgy csinálta, hogy az egyik lábát így fölvette, álló helyzetben fölvette az ölébe az egyik lábát, majd fölvette a másikat, és úgy maradt. És közben lebegett. És talán volt egyik gyakorlatot, annyira profin csinálta, hogy szabályosan láttam, hogy fényé válik, érted? Tehát, hogy konkrétan én izé volt, és tényleg az van, hogy névvel mondják, hogy tehát névvel egyfolytában aláznak, tehát nem aláznak, hogy nyilván figyeltek rám, hogy Tibi, neked így is jó, Tibi, te csak ügyére, Tibi, te állj a sarokba, Tibi, így áll egy picit, kezdesz rosszul kinézni. És az igazán kínos az, hogy tényleg az van, hogy megmondják az elején, hogy nem lehet kijönni. Tehát, hogy ne legyen az benned, hogy 15 perc után elkezdesz menekülni, mert egyébként menekülnél tényleg. És hogy ott ülsz, és haldokolsz, és egy ilyen 50 perc után én vállalom, hogy megszégyenülve, megsemmisülve, már semmit nem csináltam, már csak ott ültem, és próbáltam levegőhöz jutni, és pihegtem a kis padlomon, és egyfolytában ittam, és nem tudom, próbáltam így a dolgot túlélni, de azt gondolom, hogy mindenkinek, hogy erre a Bikram jogára jár, ki kell osztani egy ilyen évhőse díjat, mert embertelen. De tulajdonképpen miért mentél el? Mert számomra nem derült ki, hogy... szolidaritásból kipróbálni miattunk, vagy csak úgy menni? Azért mentem, hogy leteszteljem, mert sejtettem, hogy te nem fogsz elmenni, azért, mert a frizurádat nem akarod leizzadni, a Feri az életében nem volt még 2 liter vizet, a Janinak meg ez annyira könnyű, hogy ő meg minek menjen. Tehát, hogy gondoltam, akkor leteszteljem. Én gondoltam, hogy szolidaritásból. Leteszteljem nektek, hogy mi ez a Bikram joga. Ti egyébként nyomtok valamit? Tehát, hogy ti bármilyen módon így jogáztok? Én astanga jogáztam elég sokáig. Micsoda ez? Astanga. Hát különböző irányadban. Hát a tangába kell csinálni. A astanga joga, ez is egyfajta irányzata a jogának, azt csináltam. És ez jó, nagyon jó egyébként. Ez fél évig csináltam. Jó. Kifele volt egyébként egy tálalma, amikor megkínáltak minket, ott volt egy kicsit, hogy a vércukrot így rendbe rakja, és ki volt egy ilyen kínálalma, mindenki vett belőle egy szeletet, én leküldtem egy ilyen 20-at, csak hogy lefolytsam a kólát, meg a croissant. Tibi, azok műgyümölcsök voltak, de nem volt rágos. Ahhoz egy éve nem nyúlt senki, Tibi, azok műanyag gyümölcsök voltak. A műanyag gyümölcsöt megettem volna kifel. És tudod, amikor próbálsz így ízni a végén, elkezdtem oldalazni kifel az ajtó felé, tudod, és mondtam az edzőnek, hogy mondtam, hogy csak ide állok mellé, de akkor majd szemeztem a kilincset ott, hogy mikor tudok kirohanni, úgyhogy ne vegyenek észre. De fie pokol. Tehát mondom, aki ezt csinálja, azok a legnagyobbak. Manó büszke volt rád? Borzasztóan büszke volt rám. Egyébként hazamentem, rögtön szét is rúgtam az összes hősugázót. Tehát, hogy kettő dologra biztosan jó, egyrészt által rohadt egészséges, a másik, hogy életre megutálod a hősugázókat. Tehát, hogy minden hősugázó onnantól kezdve ős ellenség. Janita, nyomadsz valamit? Te próbáltál bármilyet, vagy neked ezek ilyen kamu műfajok? Hát így a hiperből veszünk ezt-azt. Mit értesz az alatt, hogy nyomatunk-e valamit? Te relaxálsz valamit? Te is ezt? Hát így egy picit, hát ezt a részét mondjuk így ilyen lazítgatok, meg csinálgatok ilyen dolgokat, így nyújtogatok, de semmilyen extrát. Ne, mazsolok. Feri, miért kérdezel meg? Na. Nem tudom föltenni a lábamat a nyakamba.
Mindenesetre én be tudom kötni a cipőfűzőmet anélkül, hogy ne rogyasszam be. De nekem a párom meg tök szívesen meg. Nekem a párom tök szívesen megcsinálja. A Feri nem jogázik, ő velencei tavat sétál át. Ennyi, ha biciklivel megy körbe. Feri a haslengő jogát csinál. Nem kell ez a műve. Nem a miénk, ez az indiaiaké, érted? Jó, én se gondolom azt, hogy te nem se lovagolnak szépen. Kifele mellett azért nem véletlen nem bátottam ki a bérletet. Tehát azért is el kell mondjam őszintén, hogy én még életemben nem örültem ennyire annak, hogy kijöttem valahonnan. Feri életében nem volt olyan periódus, amikor ne terpesztett volna vele ki helyette. Érted, hogy mire célzok? Ugye ő menős rác, neki nem kellett volna. Igen, és hát tulajdonképpen ezt kevesen tudják, de hogy maga a jóga, az ugye az alapjából még semmi másról nem szól, mint ugye egyfajta testi felkészülése a majdani szellemi gyakorlatoknak. Tehát amit mi nyugaton csinálunk, mint jogázunk fél évig, az még csak az első lépcsőfoka annak, amit ugye mondjuk keleten csinálnak, ugye azért jogáznak, és veszik föl ezeket a különleges testgyakorlatokat, hogy lelazuljanak annyira, hogy hosszú ideig tudjanak egy pózban ülni, ahol aztán indul a meditáció. Gyakorlatilag most ennek az első rész, ez csak egy felkészülés. Ez egy helyben jóga, ülni, nem más, mint egy laza felkészülés egyébként Indiában, amivel rákészülnek arra, hogy majd tudjanak úgy ülni, hogy közben elérik a megvilágosodást, nyilván szellemileg. Tehát, hogy és ennek az első mozdulatának az első tizedénél vagyunk, ahol ugye az egyik ászanából már nem tudsz fölállni, az nekik a bemelegítésnek, a ráhangolódásnak a bemelegítése. Igen. Tehát ezt nagyjából így kell elképzelni. De Ferivel egy helyben ülni, azért rohadtul tudunk. Tehát, hogy mi rá nem? Ha van French, én nagyon sokáig. Én ugyanez egy jó pohár töménye. Egy énes gerincel mondjuk egy 16 órás meditációban, lótuszülésben azért azt úgy megnézem. De minél ki tudunk menni pisilni, sokkal jobb. Meg egy sülköt is berendezünk. Most szálkásítunk. Igen, csak az az érdekesség ennek a dolognak, hogy ugye az eszköz lett a cél. Tehát, hogy megfordultad, de ez csak egy eszköz volt bizonyám ahhoz, hogy a céljaidat, a lelki céljaidat elérjed. Mm-hmm. Ez olyan, mint például, amilyen mondjuk a Shaolin Kung Fu-nak a hihetetlen népszerűsége. Hát a kung fu annak idején ugye a Shaolin szerzetesekhez azért került el, mert hogy a hosszú meditációkat fizikálisan ők nem bírták. És ezért elkezdtek kungfuzni. Hogy bírják? Aztán a kung fu került előtérbe a meditáció helyett. Tehát, hogy ez érdekes, a joga is egy ilyen mellékterméke annak, amiről ez valójában szól. Csak itt meg közben ugye főtermékként használják. De valójában azt gondolom, hogy ez a fajta meditáció, ez mindenkinek szívei joga, nem? Na jó, félve kérdezem meg, hogy a statikusan feltöltődött barátnőm miatt a arcok megcserélődési miatt. Azért megmutattam nektek, hogy milyenek lennétek egymás bőribe. És azért kipróbáltam nektek a Bikram jogát, és ott rohadtam egy teremben 90 percen keresztül, csak miattatok. Jogos a taps és a sikoly. Jól van. Jogos volt? Jogos volt. Jogos volt. Jogás. Jogos. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mindjárt jövünk vissza a játék nyertesével, ugye az NFL játék nyertesével, és a nap legjobb pillanataival. 3:10 van pontosan. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Most hívjuk a nyertest, vagy... Nem, csak 10. 15? Most nem, mutassuk a nap legjobb pillanatát, és akkor utána fölhívjuk, jó? És olyan, mint a szívtunk volna egyébként. Hát de hogy. De figyelj, de. Ez a ma reggel kicsit pszichodelikus volt, tehát ezt képest Csát Géza sehol nincs egy gyerek. Kialudt sokat éjszaka. Komolyan mondom, de nem is kell semmit. De megtalálnának, vagy nem találnának. Na, meg tessé. Ez a lényeg. Kerestél a mennyezetem, vagy nem keresnél? Persze, nem. Hogy nem keresnél. Hát biztos, hol vagyok, hogy nem találnának meg. Hol vagyok? Fölötted. Fölnézel? Nem nézel. Hát ennyi. Ez ilyen egyszerű. Csabi, hello! Jó reggelt. Megnézted tegnap a Pókembert, tuti. Nem! Abban ez konkrétan megtörténik, hogy keresik a Peter Parkert, és azért nem találják meg, mert fent van a plafonon. Azt a kutyafája. És lecsöppen a vére. Igen. És akkor a zöld manó az észreveszi, hogy itt valami nem szeretem az ilyeneket, se a Puk, se Superman, semmilyen Hulk, meg zöld ember, ezeket valahogy nem. Csak egyszer majdnem lebutatja magát, mert azt hiszi, hogy megtalálták, ha mondja az egyik rendőr a másik, hogy keresi a golyóstulat, és mondja, hogy Peter, orra Parker. Igen. Hát is. És akkor oké, meg vagyok, megtaláltam. Egyébként mondták, hogy ez nagyon jó, hogy beszerzel egy tekes ruhát magadnak, írták a hallgatók, és amikor jönnek a tekesek, az is jó egyébként. Átöltözöl, és vegyülsz. És nem történik más, mint hogy kiadod a parancsokat, vagy végrehajtod a parancsokat. És jössz kifelé a kis szobából. Ez tiszta! Egyébként nem. És ott vagy tekes ruhában. Ennyi. Igen. A teknél vajon mi a jelszó, hogy engedjétek, vagy mi lehetnál péntek? Csabikán voltál a sportolni? Nem, mert Q7. Q7? Q7, a jelszó hát Q7. Az a járnak. Q7 a járnak? Hát na, hát tudják mi a jó. De gyorsan odaérnek. Ja, az is biztonságosabb. Ők nem tudják, nekik minden fekete, nekik csak az elején. Fekete legyen. Voltál sportolni, Csabi? Ma nem, ma a ti sportotokra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki megnyeri ezt a sok mindent. Köszönöm, hogy szólsz, már hívjuk is.
vettük a lapot, sietünk. Nem csúszunk meg, mert te jössz utána. Már megcsúsztunk. Hát azon már nem vagyunk. Ma picit csúszunk, igen. Ez mennyi minden van ebben a dobozban? Jó, nem tudom, gyerekek, de a Ricsi ezzel a dobozzal jött haza, még valahol bennül a piros, tudod, a no elvámolni való feliratnál még mindig ott ül, és csak a doboz jutott. Tehát ezzel hogy jött át a Ricsi? Komolyan mondom. Hozott pálinkát, küldött nekünk meg. De amerikai pálinka? Vélhetőleg azért az a magyar törkő, ez csak nem onnan van. Hihetetlen ez a Ricsi, hogy bezsákolt. Hívhatjuk közben nyugodtan. Van a Ricsivel a New York Times-ő egy interjú. Komolyan? Igen. Őrület. Örök, hogy te küldted, hát mi annak? De hogy hozta? Tényleg? Ne örülj, mert ő küldte. A Miri Csinkel csinálta New York Times egy interjút. Így van, miután bevarták, mert lenyúlt egy sisakot és egy labdát. Igen, a magyar sportriporter, aki relikviákat lopott az NFL-ről. Nem tárcsázunk, Anna? Tónbát kettem a telefont. Hát te tónba? És eredeti labdánk is van, Csabi, egyébként. Azt nézem, csodálatos. Jó, mindent tegyél oda-vissza, meg jó. Látok, tudod, milyen furcsa vagy. Az alakja. Nekünk európaiaknak nagyon. Halló, Ildi Balázs, Bonnik Show, hello. Sziasztok. Hello, itt a Csabi, a Jani, a Feri, mindenki itt van. Hello, Ildi. Na, írtál nekünk egy SMS-t. Igen, igen. Igen, a kérdés úgy szólt, Jani, ugye? Hogy mi volt a kérdés? Hanyadik. Igen, hogy hanyadik Super Bowl volt ez, amin ugye a Seattle Seahawks, illetve a Denver Broncos csapott össze, és az előbbi 43-8-ra vert az utóbbit. A 48-adik. Oh! Hey! Nagyon jó van. És azt mondd el, hogy kinek szeretnéd megnyerni, mert az nagyon cuki. Igen. Hát a kicsi fiamnak, aki most 15 éves, és óriási nagy amerikai foci rajongó, drukker, mindent tud szerintem, amit erről a sportról tudni lehet, csapatok, játékosok, minden, úgyhogy nagyon-nagyon izgult, hogy mindenképp pályázzak majd, és hát ha már sikerül neki megnyerni, de se hiszem, remeg a hangon. Hallgat minket, hogy iskolában van? Iskolában van, de szerintem még szünet van, és talán a hallgatja a főhallgatóval. De jó, hát akkor jó helyre ment. Mindenhova jó helyre ment volna, de akkor hozzátok is. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Eredeti, igazi, mind a kettő egyenesen Amerikából. Így van, Faragó Ricsi hozta. Nagyon-nagyon sokan irigyek rád. Megdöbbentő mennyiségű SMS érkezett. Én például személy szerint nem is gondoltam, hogy ennyien kedvelik ezt a sportot. Igen. De hallom, hogy megvan már az utánpótlás, úgy értem, a kis trónörökös. Igen, igen, hát a kislányom, ő most 12 napos, és ő már a negyedik gyermekünk. Negyedik gyermek? Kicsit széthúztátok, 15. Igen, 15, 12, 7, és ő pedig 11 napos. Az igen. Nagyon jó. Hát, le a kalappal. Igen, igen. Nagyon boldog vagyok, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És már én is elolvastam, hogy plusz egy gyerek, plusz két nap pótszabi, tehát most elkezdtünk gondolkodni a Vikivel. Még egy négyet, behúzolasz az végig szabadság. Utól akarom érni a Csavit. Jól van, Ildi. Gratulálunk neked, és használjátok egészséggel, örülünk, hogy örömet szereztünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Na, hívjuk a nap hallgatóját is. Most hányan szomorúak, basszus? Nagyon sokan. Így örülne. Jó, de hát értem, milyen ez a Ricsi, miért nem hozott több. Tényleg. Ott van? Morning show, morning show. Így van. Hello, jó reggelt. Hello, sziasztok, Gergő vagyok. Gergő, ugye úgy írtad el, hogy Gülü, igen. Így van. Na, Filip Hajáról is beszélgettünk reggel, hogy valaki borzolja össze a következő dalban, hát ha látunk ott valami felrepülő gólyahadat, vagy kazuárhadat, vagy bármit. Meg ha az haj. Ha ez haj egyáltalán, és Filip nem valami földön kívüli ezzel a hajjal, mert ilyen haj nincs már az egész világon. És ugye te írtál nekünk egy mondatot, nagyon szellemes volt, azt írtad, Filipnek már nincs haja. A hajnak van Filipje. Szeretjük, köszönjük az SMS-t. Küldünk neked egy kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát jelen pillanatban Szigeten Miklós magasságában. M0-ás és társai. Haladsz, ahogy hallom, igen. Így van, igen. Oké, okay, jó utat neked, köszi. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Hello. Na. Csabi, kellene megzenéid lesznek? Képzeljétek el, őrület van, nem tudom, szoktatok-e videóklippeket nézni, van ez a Pharrell Williams nevű emberke, aki elkészítette a Happy című dalára a videóklippet, és ennek a
hatására nagyon sokan ezt lemásolják. Már Magyarországon is készült egyébként ilyen videóklip, a legnagyobb videó megosztón rengeteg ilyen remake van, úgyhogy arra gondoltam, hogy aki kedvet kap, annak a dalt megmutatom, és akkor lehet a klippeket készíteni. Még akár így a kívánság műsor közben, és csak aztán akkor a Facebook oldalunkra tessék azt felrakni, jó? Aj, Csabi, szuper, hát olyan. Miért kell mindig jónak lenned? Komolyan mondom, miért nem lehet egyszer? Próbálom tartani ezt a színvonalat, amit itt hagytok nekem. 10 óra múlt 2 perccel Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!